uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Itt vagyunk, gyerekek, 6 óra után 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szevasztok! Drága hallgatók, jó reggelt! Itt vagyunk, Eszter, jó reggelt! Hello! Neked is jó reggelt! Köszönjük szépen, minden neked is! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Minden. Hogy vagytok? Mi van veletek? Hogy? Azt mondtam, hogy most egy csütörtök, és már le van szakadva az arcunk. Tehát, hogy eddig tartott a lendület, gyerekek. Olyan esőbe jöttem, de nem tudom, hogy nem találtam az esőt, csak a vizes utat. De össze tudta tenni, hogy az nem egy locsoló kocsi? De hol az eső? Tehát mindenhol gyönyörűen tiszta az ég, de közben olyan vizes az út, mint a 5 perc után, nem tudom. Tiszta felhő, nézd meg. Igen? Valószínűleg éjszaka esett. Nem vagyok ilyen nyomozóakat, de szerintem éjszaka esett. De erre körülbelül így rá tudunk. Igen. Most látom a felhőt, mert Zsül megnyitotta, ez most már olyan Vác, Dunakanyar, Visegrád környékén van, ott lép ki az országból. Kapjátok, de csak. Hogy olyan eső végig, vagy esős nyomok az autópályán, hogy az csak na. De még nem árt egy kis eső. Hát abszolút nem, de ugye nem szoktuk meg, az elmúlt 3 hónapban nem volt nálunk semmi, egy sem csapadék se. Úgyhogy ehhez képest egy frissítő eső, és szeretném figyelmeztetni a kedves lakosságot, hogy ennek ellenére is 40 fok lesz ma, tehát azt képzeld el, amikor a vizes aszfaltot elkezdi sütni a nap. Olyan pára lesz, hogy sírni fogunk. Addigra felszárad, már 8-ra már szárad az aszfalt, meg ott a kocsik felszáradja. Már itt is már csak ilyen nyomok volt. Ne vasaljatok, lányok, fölösleges. Az biztos. Nem jó ilyenkor? Nem. Mi kevésebb mozgunk otthonosan a témában, Balázs. Bár te ne, ha hello, hülye vagyok, a hajvasalás magyar félistene. Ez a másik, de hogy ti amúgy Dunakanyar pártiak vagytok? Nem járok, de egyébként szép hely. Én nagyon. Nagyon? Én nagyon érem. Dunakanyar? Én szerintem oda fogok majd egyszer költözni. Akkor szünetben most elindulunk? Szeretem? Nekem mindegy, csak menjünk oda, mert ott van egy hekkes. És most azt mondom, megkóstolnám. De várj, melyik oldal? Tehát nem mindegy, hogy melyik oldal. Ugye Kismaros, Nagymaros, Verőce, Zebegény, tehát melyik oldalt szereted? Verőce, Zebegény. Akkor ha fölfele megyünk, akkor oldal. Az a jobb oldal, az a pesti oldal, így van. Szerintem is tehát jobb. Tehát hajós emberként tudhatod, hogy az a bal oldal. Az a bal oldal. Azt hiszem, igen, hogy völgy irányba kell nézni. Folyás irányba. Igen, folyás irányba nézed. Hatalmas vihar volt Újpesten, és brutál éjszakai vihar volt Budapesten, írja valaki. Anna, te nagyon csinos vagy. Ezt nem tudom, mire írta, hogy játszana és meggyőzni Annát. A manipuláció Újpesten... ilyen korán nagyon-nagyon kedves. Érzelmi tőlem. Manipuláció van. Újpesten egész ilyen szakadt, gyerekek. Akkor itt valami brutál vihar volt. Igen. Én ebből semmit nem hallottam. Én 9 órakor eldöltem Balatonon, és reggel 4 óra. 50-kor keltem föl. Én is elaludtam, de a 9:30. Én is nagyon hamar elaludtam. Edzettem tegnap, olyan izomlázom, ha meghalok. Na de edzettél? Egy jót edzettem, visszatértem az edzőterembe. Látod valaki posztot erről egyáltalán? Nem nagyon posztolok. Nem nagyon posztolok, pedig egyébként kellett volna. Balcsis edzőterem vagy itt? Nem, Pesten edzettem egy jót, spanokkal, haverokkal, gyurmatesokkal újra lespanoltunk. Matesó. Ott volt izomtudat, ott volt edzőtárs. Ott volt Szúros Józsi, Szemes Józsi. Az én barátaim a DJ-ot buliról ott voltak? Az egyik srác ott volt. Na jó, és hiányzom neki? Nagyon hiányzom neki, igen. Vele edzettem. Ez már örök barátság. Nem volt ott Imi az edző, úgyhogy önállóan raktuk össze az edzéstervet, de egy olyat nyomtunk, hogy azt hittem meghalok, úgyhogy most semmim nem mozog rendesen. Tested sikítozott ennyi hét kihagyás után? Nem, pont az, hogy nagyon jól ment. Jól ugye sem. Ilyenkor 2 hét kihagyás után nagyon jól megy, nagyon éhes vagy a súlyra, nagyon eszed a súlyt. Kívánod a vasat. De utána viszont meghalsz, mert 2 hét alatt meg lefűzöl, úgyhogy ma alig bírtam kikelni az ágyból. Egy jó masszázs segítene a rajtam. Hát jó. Én megcsinálom, de nem fogod megköszönni. De én csúszkamasszásban gondolkodom. Csúszkamasszás. Happy finish-sel. Teljes testes, bum-bum finish. És ha te csúszol, akkor a csúszás csúszkálhatsz rajtam. Azt akartam, tegnap ettem egy ilyen közepes adag fokhagymás nánt. Jó, úgyhogy, én ezt bírom, hogy az nem zavar. Kérek mindenkit, de hogy ezzel együtt majd átdörzsölek benneteket. Jó. Teljes este, minden lesz. Igen. Feri, se hallott a vihart? Kegyetlen vihar volt Velencén hajnalban. Tesó, én örülök, hogy élek.
a kézemeléséből láttam, hogy mondom, bementem, mondom, jó reggelt, és így megemeltek, ezért mondom, mi van, berúgtál. Mondom, mi van, berúgtál. Azért a 15 év az 15 év. Hogy mozdulatból látod, maga az alkoholfogyasztás, ugye nálunk nem egy nagy cucc, csak hát búcsúbulit tartottunk, mert babókáik elhagyják az országot, érted, és akkor ugye el kell búcsúztatni Dagókát, meg Babókát, mondjuk 5 napra hagyják el, mert nyaralni mennek, de hát azért mégiscsak. Ilyen se vek ki a Babóka, meg a Papóka, mert ezeket a neveket én még nem hallottam. Nem, hallottad már Babókát is, meg Dagókát is, de mi... Bagóka és Dagóka. Nem, ez mint valami cserajz. Én nagyon hálás vagyok, hogy nem lakom a környéken. Én csak ennyit szeretném mondani. Ki Bagóka és ki Dagóka. Nagyon örülnének. Nagyon, nagyon helyes, aranyos fiatal pár, és akkor elhagyják az országot. Ja, elmennek. Elmennek. Egy nagyon durva 5 napra. Hát napra, azért az, hát az valahogy csak rendbe kell. Nem kicsit, amit a rendszerváltás előtt, amikor külföldre mentek, tudod, meg kell bizonyosodni, hogy visszajönnek-e. Ezért egy ilyen jó nyálazást, tudod, hogy így jó helyez, na, jó helyez. Jó lesz az. Igen, úgy érzem, hogy ez egy újabb apropó az ivásra, tudod. Hova mentek? Hogy nyaralni? Mennyi idő 5 napra? Na, gyere, ígyunk. Hát, na, gyere, azonnal rúgjunk. Hát, nem engedheted egy úgy. Béka, mondj le mindent! Ezek elmennek. Nem kell lemondani, hát mindig ott van nálunk minden. Úgyhogy ez egy kicsit, hogy is mondjam, hosszú ideig tartott, egy fél egyig addig nem volt VR, és hogy a 4-20-as ébresztő még mi történt, az engem azt abszolút nem érdekelt. Nem is hallottad. De semmit. Ja, a 4-20-as ébresztőig nem hallottad a vihar. Tehát, hogy akkor volt a vihar valószínűleg éjszaka, hát... Isten, de megint mellé beszélsz, Feri. Megint mellé beszélsz. Senki nem erre kíváncsi. Hanem? Hanem arra kíváncsiak az emberek. Feri, mire kíváncsiak az emberek? Kifosott a házadra. A mellé. Elindult a nyomozás. Kifosott a házadra. Kifosott az ágyacskám. Rajta vagyunk a nyomon. Kiszart oda. De az van, hogy a rendszer gazda, aki ugye a területet figyeli ezzel a dologgal. Puskás Józsi, tudod biztos, amilyen neve van. Szarvas nem. Tibi. Barnus, Kovács Barnus, hát viccelsz. Nem. Barnus, igen. Barnusom, az van, hogy az eset a tetthely színére közvetlenül nem lát rá a kamera. Érdekes, hogy ezzel névvel Barnus. 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 Pont nem lát rá egy helyre, ahol egy kis barnázás történt. Nem, ő nem lehet. De fizetitek rendesen ezt az ember? Igen, nagy, szerintem nagyszerű fizetés. De van állítva a csoportos beszedés? Mindent megkap, és tehát a tett helyszínére nem lát rá a kamera, de azt gondolom, hogy ez mondjuk önmagában nem egy nagy baj, hogy nem láttad a barna macit előbújni. Lehet az, hogy ez egy profi volt az elkövető. Egy profi volt. Megnézte a rendszeren, hogy hol van ezek az ilyen fekete foltok, ahol nem látja semmit. Mert akkor ismernie kell a Barnus, mert ő tudja megmutatni a rendszer. Nyomon vagyunk. Tehát akkor vagy Barnus, vagy Barnus egy haverja volt? Kis Barnus. Kis Barnus. És azt tudjuk majd megnézni, csak nem ért rá Barnusom, csak egy rövid részt tudtunk megtekinteni az esettanulmányból, hogy ki az, aki olyan szállt. Tehát szerintem látod azt, hogyha valaki úgy közeledik, hogy oda fog fosni a házat. De hogy gondolod, hogy ilyen cowboyjárásban fog érkezni? Hogy hát leszállt egy lóra éppen? Egy kicsit szorítod, ugye? Hogy ne addig se csúszanjon ki ez a maci. Nem így van. Szerintem az, akinek nagyon kell, az már profinál tudja játszani, hogy senki számára nem tudjon fel, hogy nagy bajban van. Biztos, nem? Hogy nem. Nem? Hát szerintem, amikor annyira kell... akkor tuti, hogy nem jár. De nem tudtuk meg amúgy a végtermékből azt, hogy ez egy olyan dolog, ami indokoltá teszi a sietséget, vagy pedig csak egy ilyen jelzésértékű dolog. Hát ennyire nem vizsgáltam meg. Örülök, meg kellett volna nézni, mint a rabos egyben. Nyilván, nagy mennyiség, kis mennyiség. Van-e benne kukorica? Szétment a permet mindenhova, mert akkor tudjuk, hogy 4G nyomással, vagy 4 bár nyomással jött ki belőle. Van a falra felcsapódott nyomat? 1000 méter mérő. Igen, 1000 méter mérő jött. 4 bár nyomással érted jött. Úgyhogy ne viccel, ezek fontos nyomok. Na ennyire nem nézni látod, ez a baj, amatőr vagy, tudod, és akkor így. Hát így. Meg kell vizsgálni a kaki nyomat. Nem lehet ki igazi kaki fosnyomozó. Kaki NCI, ezt ki kell hívni. Így van. Így van. Tehát Gyulival kimentünk volna a helyszínre. Ezt el tudom képzelni, hogy ti megnézitek. Na mindegy, úgy, nem az a lényeg. Ma fogom, át fogom küldeni. Én azt hiszem, hogy Barnus nem veszi ezt komolyan. Tehát akinek más dolga van. Egy ilyen fontos ügyben? 2 millióan hallgatják ezt az ügyet, és akkor más dolga van. Mellé. És akkor ez. Hát én elgondolkodnék a helyben. Hát lehet, hogy nem, ő nem volt, ő nem egy ilyen típus. Meg ő neki van minden házhoz kulcsa, ahol van WC. Szóval most én AI-jel próbálj meg újraírni a felvételeket, hogy ne ő. Nyomokat kidadírozni. Egy ilyen fekete lezódőn. Zsuzsán visszajön, és más üt a nap, és pont már megszakadt. Pont eltűnt az a 6 óra. Igen. Nagyon érdekes, nagyon érdekes. Viszont azt mondjátok meg, hogy mi van az alsó rakparton? Nem tudom. Budán mi történt? Mert én ott jöttem ám. Most? Igen, és ott voltak sok készenléti rendőrök. Hát szerintem az augusztus 20-át Nem, valami volt, busz villogott, le volt nagyon zárva, meg mindenek. Akkor támadás a karmeliták ellen.
az a Budán, ott a, nem, ez műegyetemnél volt. Nem, a bulizókra lecsapott a vihar, és nem tudom, mi történt. Ki bulizó? Összes jövetelt szerveztek a Dunapartra, az alsó rakparton, ahol az ördög patak befolyik a Dunába. Az a csöves jacuzzi, nem? Az a csöves jacuzzi, és keresik a fiatalokat. Ott buliztak, és elvitte őket a vihar a vízbe? Igen. Hoppá, hoppá. Ú, te jó, ez most komolyan mondom. Bulizókra lecsapott a vihar, és vízbe sodort, a három bulizót még keresnek. Jaj, nem. Tehát ők beültek abba a jacuzzi részbe, tudod, ahol meleg van. Aha, ami kiengedik ott a vizet. Ahol kiengedik ott a vizet. Ez az? Ez nem az? Ez nem az? Ez nem az. És ez pedig az a Gellért tér? Nem, a Gellért tér. Az Erzsébet hídnál, mert én pont láttam a sok-sok... Ez a Rudassal szembe volt, konkrétan. De ott egy pat, gyerekek, hát ott patak folyik be a Dunába. Ördög az patak. Ördög patak, egyébként, ami elég messziről jön be. Ja. És a vihar miatt akkora volt a sodrás, hogy az elvitt. Valószínűleg beültek a patakba, vagy nem voltak a parton, jött a vihar, és a szélbe sodorta őket a Dunába, és nem is találják őket. Ó, basszus, szegények, de nagyon sokan volt, mert tehát, ugye érezhető volt, hogy nehéz ott a légkör, szóval nem gondoltam volna, hogy valami készülődés van, hanem. Aha, ó, az kemény. Reméljük, hogy meg lesznek, vagy kiúsznak, de hogy az nagyon durva. Nem is tudták, hogy jön a vihar. Külföldiek voltak, vagy magyarok, nem lehet tudni? Nem. A fiatalokat a vihar a vízbe sodorta, három bulizót még keresnek. Ó, basszus, szegények, hát reméljük, hogy hát az ilyen, jaj, megtalálják. Igen, megtalálják őket. Na jó, hát majd úgyis beszámolunk, mert olvassuk a... Én nem olvasok a híreket. Én amúgy nekem ja? ez a fajta önfeledtség, tudod, ez a fajta, tehát, hogy bazen, na mindegy. De értem, igen. Na mindegy, szóval ez de hogy lemész oda, de nem akarsz bemenni a Dunába, csak hogy jött a vihar azzal, ők nem számoltak, leültek a partra, lehet, hogy beültek abba a patak részbe, de nem akartak ők bemászni a Dunába valószínű. Ne üljetek be egy patakba, mert ördög pataknak hívnak, jó? Nem jó a kis ugázása. Fiatal vagy, este van, olyan jó, leülsz a patakpartra, dunálgattok. Elhiszem, de fú, anyaként most az így minden zsigeri szervet összehúzta egy ilyen nagyon-nagyon apró méretűre. Igen. Úristen, az annyira ilyen... Igen, azt érek, hogy már a többi részét valaki elküldte, hogy az meg már augusztus 20 miatt már egy-két lezárásra kell számítani, mert ugye gyűnatűzi játék, gyerekek, gyűnatűzi játék. Csökkentett áru italok. Csökkentett áru italok, és jön a tűzi játék, hogy megint ellövünk egy kisebb klimatizált kórházak mennyiséget. Igen, három darab kórház, teljes műtőkomplexus. Most mit lehet megcsinálni abból a pénzből, amit eldurogtatunk? Maximum a klímát, vagy három kórház, de szóval nem gáz. Igen, de ez kicsit demagóg. Augusztus 20-án egyébként legyen tűzi játék. Hát jó lenne klíma a kórházakban, de nem ebből vagy abból. Tehát, hogy az most egy évben belefér egy tűzi játék. Nekem ezen nincs bajom. Én azt mondom, hogy legyen olyan tűzi játék, amilyen költségcsökkentett. Igen. Tehát, hogy két csillagszórót lenget valaki. Akkumulátor gyár helyett legyen puskaporgyárunk, és akkor már alapból ugye magunknak megcsináljuk, ugye? Nem beszerzési áron, nem kell vásárolni. A másik pedig, hogy kiosztunk a Dunaparton állóknak nagyon sok. Mi ennek a neve? Ennek a... Csillagszóró. Csillagszóró, ez a drót, igen. Csillagszórót, és akkor egy közös himnusz éneklés, vagy csillagszórózás. Nagyon olcsó, sokkal hatékonyabb. Ott a nemzeti öntudat. És meg is vagyunk egyébként. Szervusz szívesen. Egyébként 10, nem tudom, 2 millió csillagszóró ott a helyszínen jól néz neki. Bizony. Hát elég jól néz neki. És együtt énekel a himnusz 2 millió. Na, igen. Na, tessék, akkor az milyen? Mi akartunk csillagszórót osztani a bulin, csak rájöttünk, hogy senkinél nincs már öngyújtó. És tényleg igen, van. És ezért fújtuk rá. Nem akartunk telefonozni, hanem hogy mindenki kap egy csillagszórót, és akkor lassú dalnál mindenki meggyújtja, milyen jól nézett volna ki. És jobban azért fújtuk le, mert rájöttünk, nincs öngyújtó. Mire meggyújtja, azért nincs már öngyújtó, ájkoszozol, ecikici, és nincs öngyújtó az embereknél nagyon. Tehát, hogy kevesen vannak a klasszikus öngyújtósok. Azt kellett volna, hogy adni, és felét kiküldeni, mint egy élő láng. Átítatni tudjátok egy petróleummal, és akkor felé csak így kiállítani tudod, mint egy ilyen kaszkadőrt, aki így lángol, hogy esély. Nem, és végig kellett volna rohannom a tömegem, mert ugye nem tudnak oda jönni. Hogy felszálltak volna a szemöldökök, ahogy végigmentél volna. Igen, de úgy nem tudom, szerintem azt szokták csinálni, hogy egymáshoz gyújtják meg a csillagszórót. Most már én voltam ilyen esküvőm. Hát de mire a 20-at meggyújtod, az első leég. Pontosan. Hát de akkor viszont nincs, hogy hívják. Neked semmi is a jó fel. Igen, mert akkor nincs a közös nagy, ami a tűzi játékot jellemzi. Igen, de én azt tapasztalom, hogy a tökéletességre való törekvés az ebben az esetben teljesen felesleges. Igen, szóval, igen. Szóval, hogy olyat nem nagyon tudsz csinálni. Szóval nekünk egy 5 fős családban nem sikerült megcsinálni azt, hogy egyszerre gyulladjon meg, tehát hogy valószínűleg 10 ember sem működik olyan jól. Nem lehet tudni. Na jó van, gyerekek. Elmegyünk akkor egy picit, jó? Megnézzük, hogy mi a helyzet a nagyvilágban. Ákos vagy valaki elmondja nekünk a híreket, és akkor utána
jövünk vissza. Jó, 3 perc, a pontosan 7:30, itt vagyunk és rögtön a hírek után. Balázsi! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Na itt vagyunk, 3:47 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatóink, itt vagyunk. Hello! Megint. Ez minden nap, Van. Kérdezhetek valamit, mert mi bebútol a Balázs? Jó étvágyat közben. Köszönjük szépen. Egyél csak. Nem, én kérdezni akarok, nem menni. Na. Hogy lehet az, hogy a sütőmön régi típusú, nem annyira új, de nem olyan nagyon régi, van az a lámpa, ami akkor villan fel, amikor felfűtött a sütő megfelelő hőfokra, tehát mehet a sütés, ugye? Van az a lámpa. Semmi, igen, ez nem köthető. Nem az óráért, nem az egy lámpa. Az villog reggel óta. Úgyhogy nem használ a sütőt. Negyed éve. Ön megsemmisítő üzemmód. Ön megsemmisítő üzemmód? Lehallgat. Igen, lehallgat, és most adja a kamera üzemmódban van. Na most akkor mi lesz? Hát ez egy jó kérdés. Nem, nem volt áramszünet, és nem azért leütött, nem volt semmi? Nem, mert az óra ugye nem villog. Csak az egy lámpa, ami azt kéne mutassa, hogy mehet a sütőbe a finomság. Az egy gyerek, jó kérdés. Gyerek nem volt a közelében, nem nyomkodta, nem tekergette. Ez amíg ilyen nagyon manuális típus. Nincs, tehát két tekerő van rajta, az egyik a hőfok, a másik a mód, és egyik sincs eltekerve. Idő kapcsoló nincs rajta? Nincs. Az se. Na most mi van? Hát ez egy jó kérdés. Megmakkant. De ez már azért van, mert nem sokára elkezd, majd önálló életen kell. Felgyullad, meg azért, már itt tartunk. De nem tudom, ez mit. Használj, te sütsz te egyáltalán? De nagyon szeretek sütni. Tényleg? Aha, de jól is sütsz. Hát hogy lehet rosszul sütni amúgy? Az a része lehetőnye vadonnak. Hát húna olyat. Kóstoljunk meg valamit, hát hozzál egy sima. Anyád utána az ajtóba tett láb volt az előző felvetés. De viccelsz. Hát esetleg, hogyha egy ilyen sütőbe kijöhetne abból a sütőbe. Egy buktát legközelebb, akkor azt a buktát is megkóstoljuk. Egy jó lekváros buktát, vagy süsse valamit. Én nem ültem fel erre a vonatra, nem eszek ilyen péksüteményeket, mert figyelj, így is van baj, akkor villástargoncával hoznának a rádióba. Jó, de nekünk egyet, valamelyik reggel. Nézd a Zsült, az ábrándozó tekintetét. Amit nem szívből jön. Zsül, ugye? De szívből jöjjön, csak nekünk jöjjön. Ne bukta jön a szívből. Akkor ne buktát. Hát csinálj valami más. Most a bukta csak egy... Nem, hát a sóság is jöhet. Vagy süssek egy zét, egy brutál majom kenyeret. Az való nektek. Mit? Az mi az Isten? Ez valami nyíregyházi. Ja, igen, banánkenyér. Ez valami nyíregyházi borzadály. Mi majomkenyérnek hívjuk, de ti banánkenyérnek hívjátok. Mi az Isten az? A banánkenyér? Hát az amikor már a banánra rá se tudsz nézni, mert egy ilyen barna színű összeplöttyet. Nem igaz. Akármi, abból még lehet csinálni. Tehát ez egy banánmentő majomkenyér. Nagyon egy jó. Jön. Én ezt szívesen megkóstolom. Szeletenként 2000 kalória. Nagyon jó, nagyon kell. Tiszta élvezet. Nagyon-nagyon finom. Én évente egyszer sütök, és utána sírok egy hétig. Ez na, akkor jó étel sütök egyet. Jó, rendben, benne. Megszerezne a tuti receptet. Én azt nagyon szépen megkóstolom. Soha nem ettem még ilyet. Nem banános sütit, pedig eleve nem ettem, de nem ettem én banánkenyeret. Ugyanígy éreztem magam 17 éves koromban, amikor az egyik haveroméknál voltam vendégségben, és megkérdeztem, amikor ránéztem az avokádóra, hogy ez mi. És összenéztek a szülők felettem, hogy szegény gyerek. Szegény gyerek, Nyíregyházáról jött, nem tudja, mi az avokádó. De ez Nyíregyházat történt, de Nyíregyháziak tudták. Volt ott már avokádó? 17-es koromban valakinek volt avokádó az asztalán. Azt a mindenit. Ugye, hát. De ez a gazdagék. Gazdagék. Én csak néztem. Mi ez Isten ez? Mekkora szilva. És milyen zöld. Milyen érzed. Szellemek üzennek morzekóddal, csak le kell fordítani. Na, egyébként tényleg, tehát hogy mindig ugyanúgy villog, vagy valami kis... Ne, abszolút lehet morzekód, simán tud valaki morzéül? Lehet, hogy beragadtál egy fekete lyukba, és magadnak üzensz a morzekódon keresztül, ahogy a csillagok közöttben az óráján keresztül üzent a lányának. Február 3-án, amikor elvállaltam ezt a munkát. Akkor kerültél egy üzenet. Jött az üzenet, hogy egy SOS jelzés, leadtunk, igen. Tönkre megy a led, akkor villog, azt mondják. Sütőégője valószínűleg ledes, ha led tönkre megy, akkor villog. Tehát ideig villog, aztán megkotlik. Meg fog kotlani. Ezek után egyébként bedugod a kezed, érzed, hogy meleg, beragod a sütnivalót, a sütsz. Tehát, hogy most jó, akkor nem lesz nem, rajta hát led, aztán csak hagyjad, majd most ledezel itt nekem, érted? 2300 forintért lehet egy ilyen kis hőmérőt beleakasztani. Szerinted belefogok? Nem. Ismerve téged nem. Hát csak mondtam. Hosszú ismeretségünk után a választ nem. Hasonlóan működsz, mint én. Vannak jó lehetőségek, hogy könnyítsünk az életünkön, de nem fogjuk megtenni. Igen. Gyengéknek a fegyvereit mi nem használjuk. Azért majd szag és állag alapján fog megítélni, hogy ez készen van-e. Na jó van, gyerekek. Az Nyíregyháza, csak mondom nektek. Tombol a tűzraktárban? Megint gyújtogatott valami közmunkás nálatok? Ez itt a KGST piac melletti, amúgy egy nagyon jó hely. Mindent lehet kapni, amitől hepatitises lehet. És igen, ez itt egy ilyen raktár. Jönnek még a lengyelek, meg az oroszok? Mindenki jön, folyamatosan. Hát meg az oroszok most lehet, hogy nem, de
Igen, hogy megy az RTL híradó, és azt írja valaki, hogy tombol a tűz raktárban. Ugye ezt látjuk most, mert itt közben mi híradót is nézünk. Igen, de ez mire kérdezett tegnap. Már a Facebook csoport, vagy a Viber csoportban tegnap képeket kaptunk róla, és durva volt, mert amúgy sokáig tartott az oltás, és nem tudom, hogy végül van-e áldozat, remélem nincs, de azt tudom, hogy ez egy olyan raktár volt, ahol ilyen paplanok, meg ilyesmik voltak, legalábbis terjeszték. Na, megint valami ki nem fizetett, Marika, bosszút állt egy molotov koktéllal. Ezek mindig ilyen történetek. Hirtelen kigyullad valami. Nem lehet, hogy csak elektrostatikusan összedörzsödött két ilyen műpáplan, és aztán lángrobbant az egész. Igen, ne kóstolgass minket, Balázs, tirpákokat, mert olyat rád verünk, hogy rád se fér. És akkor azt mondják, hogy rád verünk, akkor rám gondolnak. Igen, rád verünk, nagyon jó, rád verünk, ez jó. Rád verünk, igen, hát nyílt egy háza, igen. Na gyerekek. Tomikám, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello, Tomi, honnan hívtál minket, Tomi? Kerepesről, hát Sziasliget. Nagyon jó, mivel foglalkozol? Én IT támogató munkatárs vagyok egy csomagszállító cégnél. IT támogató. IT support a pontos megnevezése a pozíciómnak, igen. IT support. Nagyon jó. De ezt otthonról lehet csinálni, nem? Hát én még nem azon a szinten tartok. Pedig az jó meló. Hát persze, számítógép otthon is van interneten. Hát szeretnék fejlődni benne, igen. Igen, az kifejezetten jó meló, hogy esetleg már olyat csinálsz, hogy otthonról is lehet csinálni. Tomi, kivel játszanál? Veled, Balázs, veled szeretnék. Nagyon jó. Annyira jó döntést hoztál ma. Csak egy gyors mondatot szeretnék elmondani. A drága nappalos munkakollégámat azért üdvözölném minden a Rádió 1-ből. Mindig visszahallgat titeket. Nem. És csak annyit szeretnék mondani, hogy mindenki... Igen, azt úgy szerettem volna. Igen, egy sima, ilyen konformista üzenetre nem tudok reagálni. Ha most mondtál volna valami durvát, arra úgy szívesen ráfűztem volna, de erre nem tudok. Hogy gyakorlatilag megsértettél minket. Igen, üdvözlőjük Józsit az anyagbeszerzésről. Hát ezzel úgy nagyon nem tudunk mit csinálni, de ő érteni fogja, ez a lényeg. Na játszunk akkor egyet, jó? Bár már nem tudom, hogy fizetünk-e, vagy számolunk-e százalékot, vagy mi a helyzet. Már mindenki elengedett itt mindent, kérem szépen. A Feri szokta indítani a játékot, igaz? Hát most igen. De szóval meg. Ilyen meg lehet annyit kérni, hogy el tudnád úgy indítani a játékot, mint régen a Jani, hogy 3-2-1 fire? Nem, az a Jani, figyelsz. Másfél perce vagy az életünk része. Másfél perce vagy az életünk része, és már kétszer megsértettél minket. De nem lophatsz ilyeneket. Az, az egy szellemi termék, Adon Jánosé. Kész, az le van védve, haver. Az senki nem használhatja a világon. Nem szóltam. De egyébként Feri nagyon jól utánoz a Jani hangját. 3-2-1 fire! Ó, Feri, hát ez tök jó. Akkor most elindult a játék? Elindult a játék? Itt van? Az időt nem hallom, hogy menne. Meg is vagyunk, meg is hallom, hogy nem hallom. Köszönjük szépen, szevasz, ennyi volt. Akartad a Jani indítását, megkaptad. Megkaptad, amit akartál. Ennyi. Itt volt a Jani indítása, ki is estél gyorsan, meg kimondtad a nemet. Hát ott volt a 3-2-1 fire, és elindult az óra. Bement egyébként, ketyegett is. Átvertetek, jó van, köszönöm. Azért köszönöm a lehetőséget. Tomikám, nagyon szívesen, azért adunk neked valami nyereményt, nem engedünk el üres kézzel, figyelsz, hallgass meg. Gratulálunk. A nyereményed egy 30 ezer forint értékű ajándékkártya az Ecofamily üzletlánc jó voltából. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, küldjük neked, jó vásárlást. Rendben, köszönöm. Ciao. Hello. Tiltsuk le a számát. Azonnal, mert most elfáradtam. Igen, nem tudom miért, de vannak karakterek, akik valahogy egy kicsit elfárasztanak. Én tudom, kik azok amúgy, te abszolút ezeket a, hogy szokták mondani, a konformista embereket azért, utálod. Igen, azért is mondta, nem utálom azt túlzását, hallgató. Nem de utálom. Hogy nem utálod, hát arra látom, hogy mond rólatok, akkor nincs adát. Nem, bármilyen jó üzenetet tudok mit kezdeni, de az üdvözlöm Bélát a reggeli műszakban, erre nem tudok. Igen, erre van egy külön rádiócsatorna, egyen lejjebb. Erre képtelen vagyok. Töl délután. Képtelen vagyok bármi szellemeset, vicceset, tovább, erre csak így leblokkolok, megállok. Jó, biztos hallja a Béla. Na, akkor hát erre nem tudok mit mondani. De nagyon küzdök, hogy mondjak valamit, ezekre nem tudok. A modorosság, ezt nem szeretem. A modorosság nem szeretem. Így van. Igen. Ez azért van, mert valószínűleg rettenetes körülmények között nőttél fel, és nem volt rész az életednek ez a fajta kedveskedés. Valószínűleg nem volt. Igen. Ilyen megtépázott farkaskutyák nevelték Balást. Kemény gyerekkorom volt, igen. Úgyhogy ezzel nem tudok mit kezdeni. Nem volt baj Tomival, egyébként nem volt baj, csak a kis jómodorú, kedves, aranyos, és hát egy jómodorú, kedves, aranyos. Nincs szüksége erre, Balázs. Nem tudok vele mit csinálni. Tudjuk, melyik oldalon áll. A sötét oldalon állok, nem tudok vele mit csinálni. Én azt nem értem, és ezt magyarázzátok meg, hogy aki évtizedek óta hallgatja Balást, és valószínűleg ők is így vannak, miért gondolják azt, hogy te egy kedves ember vagy?
Hogy egyenlően vannak villanásai, vannak. Vannak villanásos szüzés, mint gondoltak, okay. Hogy... És ez olyan, hogy abban mindig megkapaszkodsz, aztán hosszú hónapokon keresztül kapod a szart. De igen, van igen, egy-egy igen. Pillanat, amikor megint elkezdesz hinni. De úgy ez hívják, a olyan csengő, bongó hangom, hogy a Mikulás hívnak, érted, hogy azért, hogy most akkor diktálom, mit szeretnék, és hogy nem értem. Hát érted, ő a sátán. Maga. A sátán. És nagyon szeretjük, ezért így is van. Ez a legfontosabb pozíció, amit el kell látni ebben az országban. Sokkal rosszabb képet festetek róla, mint amilyen vagyok valójában. De nekem ez tetszik. De én ezt szeretem. Időről időre föltűnik a Fehér Balázs, de egyébként a lelkem. Nincs szükségünk Fehér Balázsra. Így van. Igen, nem tart sokáig. Nem tud sokáig tartani. Jön Tomi és kihúzza belőlem a Fekete Balázs. Egyébként nem voltam az. Tehát végig kedves voltam, normális. Nem is tetszett. Nem is tetszett. Igen, nem is volt jó. Igen. Nem is volt jó. Igen. Igen. Fehér Balázs néha villan, de szerintem már kinyírták. Igen. Tudjuk, hogy egy paraszt. Igen. De ezt szeretjük, ezt nem? Az szürke Balázs, aztán szürke Balázs volt. Ez még nem volt a fekete, de már nem volt a fehér. Ez szürke volt, igen. Egyszer néztem egy dokumentumfilmet egy nőről, aki kínoszta a gyerekeit, és a gyerekek meséltek arról, hogy milyenek voltak a kínzások, itt minden volt ilyen pszichikai, fizikai erőszak, tehát amit el tudsz képzelni, tehát hogy mindenhogy bántotta őket, majd egyszer csak hazajött, és elvitte őket Disneylandbe. 5 napon keresztül a legkedvesebb anyuka volt az egész világon, mindent megkaptak, és hazajöttek, és még durvábban elkezdte őket kínozni, és akkor a gyerek mondta, hogy utána találta meg a könyvet, amivel olvasta ezt a nő, hogy így, hogy amikor már nem tudsz elég, tehát hozzászoknak az emberek a szenvedéshez, tudod. Igen. Nem tudnak eléggé bántani téged, és akkor rájött, hogy úgy lehet őket jobban bántani, ha kimozgatod őket, tudod. Kimozgatod de ez őket. Ki volt ez a pszichopata? Egy amerikai nő, egy amerikai nő sok gyerekkel. Jézus Mária. És akkor ez volt, és 2 nevelt volt, 2 saját, azt hiszem, így volt a felosztás, és akkor az volt a lényeg, hogy tudod, hogy elhitesse velük, hogy ez meg tud változni, ez az élethelyzetben vannak, és elvitték a Disneylandbe, de gondolj bele, hogy ez mekkora költség. Hát a hullámvasút, oké, értetődött, fölmész. És aztán vissza, és még durvább, és mondjuk akkor törtek meg néhány, tehát a 4-ből, nem tudom, 2 ember, amikor itt megérezték, hogy milyen is lehetne ez az élet, amiük van. Aha, milyen szép. Hú, ez egy elég szomorú történet. Na, és ezzel a módszerre dolgozunk, Balázs. Kávérat se akarom meghoztani. Kávérat se akarom meginni. Egy narcisztikus pszichotapatához vagyok hasonló, aki terrorizálja a saját gyerekét. Arany életetek van mellette, mint a munkahelyen, érted, és mégis én jövök ki mindenből szarul, érted. Nem, igaz. Mindenből nem, csak ebből. Nem erre akartam célozni, arra akartam célozni, hogy amikor jön a Fehér Balázs, akkor csak altatunk. Igen, akkor ez csak egy kimozgatás. Igen. Balázs már őszinte, nem paraszt. Bár lehet, hogy a kettő ugyanaz, írja Balázs. Nekem összemosódik a kettő, ez így van. Ez csak egyháza miatt van itt. Tomi bullyingolása felháborító és tűrhetetlen, csak így tovább, hajrá. Igen. Igen, most bullyingoltad a Tomi? Úgy tűnt. Hát ez a fia, ha bullyingolik valakit, az észreveszi. Mindeket még nem bullyingolt. Szerintem menjünk rá, bullyingolt. Ne legyetek egyetlenek, most vannak a lenti reumások, Szabin, így felhívul a hallgatóság. Igen, tényleg egyébként nincs Gabcsi autója. Kicsit elárvultan álltam be ma reggel. Mindig beállok ugye mellé, és akkor ott úgy átnézek, már ő nincs ott, és akkor leggondolatban köszönök neki, meghúzom a sluszkulcsommal a hátsó mindig felnél. Mindig húzza egy strigulát, akkor nincs aznap. Igen. És akkor megtudjuk számolni, hogy hány nap Szabin volt egy évben. Igen, de nincsen, nem láttam az autóját, ebből gondoltam, hogy szabadságol a reggeli stábban, hogy nem volt ott az autója. Ha meg ő nincs, akkor meg nincsen nem senki. Nem tudom, BKV-val jöttek ma. Azt a Gáborról ezzel tudom elképzelni. De megnézed amúgy a 74-es trollin? Nem látom ezt a képet magam előtt, ahogy egy aktatáskával kettő mutatójával kifeszítve, hogy tartsa az aktatáskát. De mi van az aktatáskában? De mi van az aktatáskában? Az adásmenet. A titkos adásmenet, amit még Lovász Laci se látott. Az adásmenet meg egy kis nátrium, nem tudom, valami. Igen, egy kompressziós harisnya. Sablekötő. Hova kell menned? Ne, vennem kell kompressziózok, mint a férjemnek, jó, hogy mondtad. Na látod, miket? Na látod, köszönöm. Na milyen, ott segítek, ahol tudok. Van kompressziós harisnyú a bolt? Nem tudom, remélem. Hova indulsz el kompressziót? Egészségügyi kiegészítő eszközök, vagy mi azt tudod, a járókeret, mankó. Én a mesterőcei szexshopba megyek, de hát... Egy ilyen latex kompressziós. Ez a emelt WC, tudod, járóból, járókeret, mankó, bemész, ilyen EÜS kiegészítő, mit tudom, milyen szar annak a neve. Lehet, hogy EÜS kiegészítő szar, keres rá. Egészségügyi és kiegészítő fos. Jó, Balázs, hogy ott a szarnak, ott a fosnak a mellék, ott a balra befordulsz, és ott a szemét mellett a fosnál jobbra. Engem az érdekel, Balázs, hogy te melyik WC emelőt használod? Én azt a teljes tenit, nem a fogókásat, hanem amit megemel egy 20 centét, igen. Gyógyászati segédeszköz, bocsánat, ezért jutott eszembe. Van hozzá vonalam, ha kell. Újpesten van egy bolt, ahol ismerem a tulajt is.
Miért jársz te oda? Mert sose lehet tudni, hogy mikor jön jól egy gyógyászati segédeszközös kapcsolat, így azt is kiépítettem, úgyhogy van. Nagyon vigyázzatok, hogy nem segédeszköz szóval kezdjetek el begépelni. Mert mi ugrik? Nagyon sok segédeszköz, nagyon sok fajta. Gyógyászati segédeszköz, egészen pontosan ez a neve. Tehát már rendeltem lábgépet neki, ami arra való, hogy nyújtogassa a lábát, miközben otthon fekszik. Mozgatják a lábát, lehet, nem kell csinálni semmit. Lehet lábgépet, képzeld el. Belerakod, és akkor... És mozog. És akkor, igen, hogy nehogy a szalagot megdermedjen, amit tudom, hogy mit csinál. Mert na, oda kell még nem tudja mozgatni. Oda kell jönned, azt mondom. Nem, oda kell menned kompressziós harisnyát is venni. Szerintem ott van. Jó, megnézem. De mondom, akarod, van kontakt. Tehát, de ott vagyok, már veszek egy klumpát is. Nézd. Menj egy klumpát. Úristen, emlékeztek erre a fehér sol klumpára? Hát persze. Az már jobbaknak volt a sol. Aha. Hát a fehér klumpa az egészségügynek volt egy ilyen mindent vívő Jedi, hogy hívják, lábviselet. Tehát mindenki abba járt. A dokik fehér klumpában voltak, az ápolónők, mindenki. Igen. De amúgy volt egy klumpa időszak, amikor nekem is volt klumpám kékszínű. Az volt a divat. Legalább meg kék. A kaprinadrág, elmondanám, soha nem bocsátom meg. Se magadnak se. Se anyámnak, igen, hogy ezt megtette velem, de mindegy, igen. Valamit még akartam mondani, volt valami fontos gondolatom, megint elkalandoztam. De ne lőd el, hát várjál. Hát még után is van. 4 órás a műsor, és még csak 7 óra van. Hát most minden kompressziós harisnyát, emelt WC-t, sütőn villogó ledet, nagyon fontos dolgokat most így ellősz. Mi maradt 3-4-10-re, vagy 9:30-ra? Jönnek az alhasi krízisek. Na, az a mi világunk igazából. Érted, már 2-3 mérföldköves témát előttél. Hát csak így pufogtatod itt a villogó ledeket, meg minden. Ne arra ügyetek azért, minőségi tartalmgyártás. Vagyok érdekel. Csak elnéljük ezeket a nagy dolgokat, ez 8-ra meghagynánk. Igen. Egyébként a fehér klumpa az, mint a konyhás nénén a boxolócipő, az olyan volt. Emlékeztek a boxolócipőre? Ovó néniken, a dadákon, vagy a dadúsokon? A dadán nem klumpa volt, ugye, hanem az volt a kivágott orrú. Magas záru, és végig fűzős. Annak is cipő. Volt egy kis ilyen kompressziós jellege. Persze, volt. Na, egy olyat veszek Péternek otthonra. Na, az jó. Jó is fog kinézni. Szerintem jó lesz. Az jó, gyerekek. Jött közben egy fontos, M7-esen van egy balesetünk, nem tudom, ami van, de nagyon sok minden történik. 73-as kilométernél mentők, tűzoltók, gyerekek, úgyhogy lehet, hogy ott is nagyobb dolog lesz. Pest felé. Meg van őrülve mindenki. Meg, most valahogy szerintem, ez a meleg, ez mindenkit kicsinál. Tegnap beszaladtam a dohányboltba, és a szembe lévő oldalon, az utca másik oldalán van a parkolójuk. 2 darab kapu beálló között 2,5 autó fér el. Hát ugye ilyen nincs, hogy fél autó. És állt bent egy fehér Opeles, vagy egy fehér Opel, én már csak elé tudtam beállni, úgyhogy ne menjek rá a kapu beállóra, tehát ha valaki hazajön, be tudjon tőlem állni, ezért rátolattam az Opelre, egy körülbelül egy ilyen 30 centire voltam tőle. Indulok be a boltba, jön ki a csávó, és elkezd velem üvölteni. Nem tudsz, hogy nem tudok-e közelebb menni, hogy miért mentem rá. Te mondom, uram, hát 1 métert rükverzbe teszi a kocsiját, hátra megy és kikanyarodik. Érted? De mint egy vadállat, hogy én miért nem állok oda. Nem érzem indokoltnak ezt, igen. Igen. Hát mondom, főleg, ha mögötte volt hely. Igen, de ott ugye annyi hely már nem volt mögötte, hogy én beférek, mert akkor a másik kapu beállót fogom. No, ezt értem, de hogy neki tolatni azért nem, igen. Ennyi. 1 métert kellett hátra tolatni és kiállni. És mint a vadállat. Tényleg? Üvöltött. Hát mondom, mi? Nem, már ne haragudjon, de hát ez egy parkolóhely, ahol autók állnak, és ahhoz, hogy ne lúgj. És én meg a Rákóczi Feri vagyok! Nem, ezt ő vetette föl. Azért, mert te vagy a Rákóczi Feri. Megismert, ezt mondta. Megszoktak, így azért körülbelül. Hihetetlen. Rákóczi Feri. Tolatásra kényszerített egy férfit. Egy idős úri ember. Ezt nem érzem annyira durvának. Hát rükibe rakod, kitolatsz, kikanyarodsz. Valószínűleg a meleg, meg úgy az egész már, amivel az embereknek... Föl se venném, nem szólnék egy szót, se, ott a hely, mögöttem senki nincs, mert ha mögé is beállt volna valaki 20 centire, akkor megértem, nem tud kiállni, de akkor nem is állok rá. Hát figyelj, én így álltam, döbbentem. Megvan ő. És próbáltad megölelni? Hát akkor ez nem jutott eszembe, akkor az jutott eszembe, hogy fogom a tarkójánál, és a fehér Opel pirossá válik a homlokából kifolyó vérből. De nem szabad erőszakkal válaszolni, hát össze kell zavarni őket. Hát nem, csak egy idő után már. Nem, azt kell csinálni, odamész, és így behajolsz, és nagyon-nagyon erősen mellkasodhoz nyomod a mellkasát, és azt mondod, hogy gyere apához. Semmi baj. Nyugodj meg, nincs gond, elmúlik. És utána elveszel a sluszkulcsát, és beledobod a csatornába. És így, a mostuk rá, ha mi lett a vége? Elment? Semmi, elmentem, ő meg ki, hátrament, és akkor elment, meg még puffogott ott a letekert ablakkal. Nem kell cigarettát venni ebből, ez a tanulság, hát látod? Most, hagyj vegyek, ez egy jel volt, megint oda küldték ezt a tahot, hogy kiabáljon neked, hogy szokja most már. Az életedet mentette meg. Igen. Volna, ha érdeket volna, mi történik. Igen, de nem. Jó van, gyerekek, fújjunk egyet, jó, mennünk-e hírezni, aztán itt vagyunk.
ha van friss közlekedés, azért azt úgy csapassátok át nekünk, hogy be tudjuk olvasni. Jól jönnek a hírek, aztán itt vagyunk már is. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék! 7 óra után 11 percet itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Fának ütközött egy kocsi Debrecenben a hosszú pályúton, nem messze a Mikepécsi úti körforgalomtól, teljes út zár, M7-esen Pákozdi pihenőnél Pest felé. Szintén nagyon nagy baleset, köszi, hogy elküldtétek. M3-ason Pest felől a 60-i kiajtónál baleset, több kilométer torlódás. Mi van, gyerekek, ma tele vagyunk, nem szokott ennyi lenni. A meleg a front, vagy nem tudom mi jön, pedig csak hétvégén a hideg front. Megvadulás. Megvadulás van, így van, megvadulás van. Meg a azok a melegben fáradnak az emberek, nem tudom, keveset alszanak, nyugos vagy, kevésbé vagy kipihent, valami oka kell, hogy legyen, hogy ennyi. Vagy lehet a szalonasütések, bográcsozások. Na! Ugye? Na! Volt szalonasütés. Szalonasütés nem volt, mert elaludtam, de most jöttem rá, hogy nem vettem ki a cuccot a csomagtartomból, tehát megutaztattam egy 60 cm-es átmérőjű üstöt, 5 darab nyársat és 100 kg fát. 3 kép köbméter fajt van a kocsimban, mert megvettem mindent. Mi testvérek vagyunk, felezzük már el a fát, mert még nem vettem meg a sajátomat. Kell, itt van a kocsiban. Mert néhány hasábot a félretetnék. És egy oldal szalonna is van benne? 5, az nem, azt a szalonnát nem, 5 köbméter fát, apró fát, 5 nyársat, és megvettem egy üstöt az obiba, bementem, úgy néztem ki, mint aki nem tudom, háborúra készül, egy csávó, aki megismert Szeri, tök cuki volt, csak mondtam, hogy szeretne egy fotót, mondom, nagyon meg lesz a fotó, segíts elvinni a pénztárhoz, meg ki a kocsihoz, nagyon rendes volt. Segített, és de behagytam a kocsimba. Úgyhogy itt vagyok most. Ma reggel tudunk itt a teraszon szalonnát sütni, szeretnétek. Hozzunk most szalonnát, tessék? Hozzuk már. De hogy viszi haza, ha össze van gányolva? Hát azt már nem azt már megoldjuk, majd gőzborotával levetjük. Ne legyél már ilyen jó szívű, hogy hogy nem viszi jó szívű, haza. Nem vagyok jó szívű, csak ismerem őt, mert ugye ilyen formán egyformák vagyunk, és tudom, mi fog történni az autójával, úgyhogy a JP autó nevében könnyörgöm neked. Állok ma reggel ki a kocsival, és valami zörög. Mi az Isten zörög? Mondom, Benninek bemaradt a horgászbotja, és a kövekre. Jézus Isten, fél a fél hobbiben van a csomagtartóba. Úgy, ahogy van, elfelejtettem, kiszálltam a kocsiból, és nekiálltam másik kedvenc hobbimnak, a gőzborotvázásnak. Úgyhogy most innen gőzborotvával küldök. Jó. Na, van már a gőzborotvá, hogy azt mondjuk, nem hiszed hogy... el, hogy milyen jó, Eszter. Na. Benned kell. Vegyek egy gőzborotvát? Kell. A harmadik emeletre, a 9. kerületben nagyon megőrülsz. Nagy nem harmadikon lakom, hülye vagy, nem lehet lemászni, ha baj van. Tegnap már ott tartottunk, hogy a Viki egy napon keresztül szerette volna lemosni a kocsiját, és micsoda. Hagyjad már, majd megoldom. Félrészettem a bézbosapkát, beraktam egy szimfóniát a fülem mögé, fölvettem az eszókutas, kezes lábosomat. Szeretem ezt a képet magam. 200 forintért leverettem neki félmeztelenül kezes lábasban, kertészgatjában, úgy a kocsiját érted gumicsizmába, hogy megőrülsz. Mindent azzal tisztítok. Mindent. De azt magyarázod, hogy hogy van, hogy berakod a slagot a fenekében. Berakod a slagot, igen. És a slagot lecsatlakoztatod, és bedugod ebbe a gépbe. És a gépből meg kihúzod el nagy pisztolyt, ami X-bár nyomással, attól függ, hogy miért veszel. Nekem a K-betűs van, nem tudom, 2 báros, nem tudom hány, mivel erősségtől függ. Van olyan, ami levágja a nagylábujjadat. Tehát azt úgy akarom. Olyan erős, hogy megszól a telefonod, hogy leengeded, és amputálja a ballábodat. Tehát egy konkrétan ilyen. És elképesztő, ilyen árvaszúnyograj van Balatonon, akik ott élnek, tudják, mindenünk, a terasz, az asztal. Az árvaszúnyogokat? Igen, tudod milyen durva? A kinti terasz, az ülőgarnitúrát, a pergolát, a WPC-t, mindent egy perc alatt letakarítasz. Mi foltokat is kiszedi minden? Az ülőgarnitúrából? A szennyeződéseket? Nem tudom, milyen foltjaid vannak. Vér, kávé, ondó. Ebben a sorrend, meg kaki. És ez még csak egy folt. És ez még csak egy folt, amiről nem is akarok beszélni. Igen, és ez még csak egy matrac, a 3 időmatrac közül, érted? A rattambutor csupa vér. Az ülőgarnitúra emberi fekáliás. Volt egy kis baleset. Mindent kiszed. Az ülőgarnitúrát leszedtem, leraktam a fűbe, és magát a bútort, a szövetet csapatot. Figyelj, megtisztul. Alig várom az első ilyen jüszkös panaszt a veled. Nem értem, hogy mi történt. De... megőrülsz. A Viki kocsiának a fényezése. Megőrülsz annyira, Jós. Visszállt a gyári alapbeállítás. A fényezés, tudod, az a fémszínű, tudod. Az kicsit leszette egy-két dologról a fáról a lazúr, tehát a festéket, tehát arra vigyázni kell. Nem volt el szükség, igen. Viszont a legerősebb, ami kitart, és ami ellenáll, az a pókháló, képzeljétek el. Miből építi ez a kis lény a pókhálóját, olyan erőset csinál, hogy lövöd gőzborotfával, és alig viszi le. Tehát iszonyat okos a természet. Akkor oda már csak a benzin és a gyufa hiányzik. Úgyhogy ezeket felgyújtottam, így is van, és elégettem. Van-e a pókoknak műszaki ellenőrjük? Én nem tudom, hogy csinálják. Egy pók, hogy körbejár. Oda, és meghúzogatja, jó lesz.
Ezt simán legőzborotválják, jó? Tehát és húz még egy szállat. Sűrűbbre, erősebbre a szállakat, visszajök 4 óra múlva, ha nem leszem, nincs engedély, viszlát. Hajrá. Figyelj, most elkezdtem ráfűzni, most úgy megyek az óviba, hogy már nézegetem, hogy mit még. Mit még? Na figyelj csak, megírták. Habláncsát. Az mi az a habláncsa? Hozzá. Habláncsa. Imádni fogod, olyan habot csinálni. Júj, te rá lehet még tenni ennek a végére, és gondolom valami kis tartályból szert ad hozzá, és csak... Ja, akkor azért van még egy kimenet ezen. Van valamilyen műanyag csős kimenet. Megtaláltad a hátsó bejáratot ismét. Azt betűtöm, habláncsát is lehet vele csinálni. Habláncsát. Tegnap konkrétan már a gyerekeket locsoltam a gőzborotvával, szerintem a szomszéd agyfelét kap, mert ugye ennek azért van egy hangja. Alig várom, hogy szóljon, hogy menjek át hozzá is. Hát azért tudod, mutasd hogy a... meg. Brrr, így nyomja a hangot. Ez még lehet, hogy csak Viki a szobájában. A Black Dick 3000-re csapatja. Olyan magányos vagyok. De ott a féred, olyan magányos vagyok. De alig várom, hogy a szomszéd rám szól, nem akarsz átjönni az előgőzborotvával. Hát vagyok, szívesen. Megyek a kezes lábasokba félmeztelenül, érted? Balázs, látjátok, hogy egy zamárdiban elindul, és végig a parton. Egy praktikeres pólóban végig csapatom az utcát, érted? Imádom. Egyszerűen egy lelki megtisztulás. Tehát az, hogy látod, hogy a WPC-t így letakarítod, és így mossa le róla a koszt, az olyan, mintha te is tisztulnál egy kicsit. Tehát, hogy... De bevihetem a konyhába? Én szerintem beltérben, lakásban talán egy kicsit erős. Erős? Okay. Mert ugye egy ilyen permetet csinál magában, de ahova közel oda rakod, azt minden szétszed. De akkor miért a kocsi nem 2 perc. Úristen. Gőzborot vagy magas nyomású mosó, kérdezi valaki. Most mit tudom én, valami, ami levágja a nagy lábujjat. Biztos, hogy gőzborot már sokkal férfiasabb. Magas nyomású. Ez a sárga fekete kábetűs, tudod, mit tudom én, a slagból, és akkor X, nem tudom, nyomással ő ilyen vízpermetet csinál, valamilyen erősséggel. Hát most mit tudom én, hogy de mi ez? De a hablándzsa, gondolj be, hablándzsa. Hablándzsa, ez nagyon tetszik, ez a következő. Ma visszamegyek, és kérek egy hablándzsát. Elnézést, hol tetszik a hablándzsát? Jó, de jó. Úgyhogy gyerekek, tegnap is volt egy jó szavunk. Ennek kell várjátok ezeknek örülni. Én ezt imádom. Valami egy játék, egy felnőtt játék, amiben bele tud szerelmesedni. Hát nincs tegnap jobb. Tanultunk a mohus hölgytől a zsákos beöntésre. A zsákos beöntés ma megvan a hablándzsa. És a hablándzsa, írom. Hablándzsa és a zsákos beöntés. A teraszunk le van kövezve, és azon van az asztal, amiről ugye Eszter rábeszélt. Semmi, egy lakására nem érdekes. Más egy garzolakás vesz belőle. És tele 600 kiló árvaszúnyog hal így meg, és hullik rá reggelre az asztalra. Ez nekem vacsorának hangzik. Náluk bármi jó perc, és patika tisztaság volt el az. Én nem tudom eddig, hogy nem volt ilyenem. Hogy tudtam emellett elmenni ilyen? Hogy tudtál élni? Ilyen nyugodtan. Nem is értem. De figyelme, Feri, milyen fűszerezés megy az árvaszúnyoghoz? Viszonylag ritkán cseng, de tudod, mi lehet jó? Rozmaringos árvaszúnyog? Nem, rozmaringos biztos, hogy nem ilyen ázsiai, mint a szöcskék. Na. Azt csinálnád inkább, hogy egy ilyen kosárra behozná. Árvaszúnyogot? Igen. Feri Dobrány kis vegetáljuk. Megcsináljuk, meglátjuk, hogy mit tudunk csinálni. Erőforrás kell most már innenből csinálni. Közeleg a végítélet, és akkor nagy az legyen, hogy az árvaszúnyog felhasználása múlik. És igen. Neked pedig külön jó, mert fehérje. De egyébként egy csomó fehérje van bennem. Mert tessék. Még ugye rám egyébként mindig panaszkodtak, hogy soha nem csinálok semmit a ház körül, meg a lakás körül, meg ilyen analfabét. Mert nem volt gőzborotvám. Nem volt gőzborotvám. Úgyhogy most, érted, gyereknek mondta, fáj a fogam, mondom, mutasd, már vittem, és nyitotta a száját, mondom, ez gőzborotváért. Gőzborotváért kiáll. Telefonokat kell vele megsemmisíteni. Ketté tudnál gőzborotválni például egy telefon szerinted? Nem, azért ketté nem vág tárgyakat, csak ilyen lágyabb dolgokat, mint a festék valamiről, vagy a lábúj, igen, de nem szedi le, csak kinyitja a bőrt rajta. Oké, csirkecombot ketté tudsz vágni gőzborot? A csirkecombot szerintem igen. Jó, akkor hozok. Vagy ha feltolom valakinek a seggébe és megnyomom, akkor szerintem ott is tudok azért rájön a sérüléseket előidézni. Rendben, akkor legyen ez is. Akkor, magas nyomású mosód mellé csak a fenékbe dugásra jutott eszembe. Ezt ábrapó, hogy add itt neked egy telefonszámot, már kerestek téged egy ideje. Hanem nagyon fontos lenne egy kompresszor, levegő. Ami utána azt szárazra fújja. Bizonyán. Van olyan is. Van hozzá? Már nem, nekem nincsen, de hogy tudom, hogy van. Na, igen. Tehát sterimózod, magas nyomásúzod, és utána nagy nyomású levegő. Én ezzel nem értek legjobb. Egyet. Nem szabad tökéletességre törekedni, csak egy nagy hatásokat kell csinálni. És csak amikor ez, amikor majd ennek a hatása Balázson elmúlik, tehát kevéssé élvezi már, akkor jön az, hogy a nagy nyomású levegő. Egy jó kompresszor. Jó, ott következő kérdés. Amikor felfagynak az utak majd,
Igen. Például lehet ezzel kezdeni valamit, például lehet a sós vizet rá gőzborotválni a elfogyott részekre. Ezt így ebben a falon még nem tudom, de lemegyek majd Balatonra, tényleg is kipróbálok. Így van, én szóra előtted a Marikasót, de pedig... Marikasó. Na jó van, gyerekek, hallottatok a legújabb őrületről? Mit talált ki az egyik fapados járat? Olvastátok? Nem olvastátok? Az évszázad üzletének tűnik. Vizer All You Can Fly. Megvan a történet? Micsoda ötlet! Próbálj megfejteni a turpisságokat. 499 euró per éváron állítólagosan azt mondja, hogy oda repülsz, ahova csak akarsz, kedves fapados szerető ember. Vedd meg az All You Can Fly. Fizeted, és kész, és már más nem is kell fizetni? Igen. Vagy azért még kell rá fizetni? Hát így hangzik az ajánlat, aztán megnéztem, és akkor rájöttem, hogy azért. Én tudom, hogy ezt megtalálták. Itt a pöcse van a mennyasszonynak azért, de nézzük meg. 12 hónap alatt korlátlanul utazhatsz ezen fapados járat, hálózat, bármelyik járatán, bármennyi alkalommal. Basszus, hát minden hétvégén megyek valahova. Van egy úrás szombat délután, és akkor azt mondod, hogy ne hívjatok. Gyerünk Róma. Kész. Így van. Igen. Mi mész visszajössz. Megveszed, és ha nem vagy elég okos, akkor utána elolvasod az apró betűt. Az apró betű tartalmaz egy-két érdekes dolgot, hogy lehet itt gondolkodni. Például azt mondja neked az apró betű, hogy igazából csak 72 órával az utazás előtt döntheted el, vagy akkor foglalhatsz, hogy hova akarsz menni. Egyébként ez nem rossz, de azért ritkán találja így ki az ember az utazását. Nem megyünk. Nem igen. Tudom hova. Kémeknek és tolvajoknak ideális. Igen. Ha az ülőhely hiánya miatt nem áll rendelkezésre oda-vissza járat, vagy nem elérhető a háromnapos 72 órás foglalás, akkor a szokásos foglalási eljárással foglalhatsz repülőjegyet, ami azt jelenti, hogy bizonyos ülésszámot tartanak fönn neked az All You Can Fly-osoknak, és ha azok betelnek és nem elérhetőek, aha, akkor normál áron tudsz foglalni a szokásos foglalási eljárással. Na, pont elfogyott. Tehát csak bizonyos mennyiségű ülőhelyet nyitnak valószínűleg az All You Can Fly utasok részére. Azt mondja, hogy a csomag méretedet nem tart, a foglalásod nem tartalmazza a kézi podgyászt, vagy a feladott podgyászt, csak egy személyes tárgyat 40x30x20 cm-re. Hát ez a sima jegy. Tehát egy nagyon picit felvihetsz. Igen, ez a hátizsákos jeggyel azonos, ugye, mert alapból egy ilyet vihetsz egy ilyen kézitáskát, és például az ülőhelyért fizetnem kell külön? Az ülőhelyért, ha meg akarod venni, hogy együtt üljetek, azért ugyanúgy fizetned kell külön. Tehát tulajdonképpen egy csomó mindenért ugyanúgy kell fizetned. Hát ehhez gyakorlatilag egy heti háromat kell utazni, hogy ez megérje. 500 euró, ugye most a jegy. Hát... Én nem mondom, mire alapozták ezt az egész marketinget. Én tudom, én rájöttem. De meg kell venned még a plusz egyet, tehát ugye azt mondja, hogy bocsánat, tehát hogy megveszed 240 ezerért, és utána még 10 euróért megveszed 4000 forint egyet, ami nem sok, de utána még minden egyéb dolgot, ugye a kézi podgyász, podgyász, stb. Az ugyanúgy hozzáveszed, illetve 72 órával előtte tudod csak meg, hogy hova tudsz menni. Nem, én nem tudom elsőre így, hogy beleugranék egy ilyenbe. Hát, de nem arról szól? Kalandos, tök jó. Nem arról szól az egész, hogy azon, hogy leszerződsz, megveszed ezt a kártyát, és akkor találkozol az első, életed első ilyen fapados élménye, és azt mondod, hogy engem többet ez nem érdekel. Szarok rá, és bent van az 500 eurót. Behagyták, pontosan, és behagytad az eurót, ez megtörténik, hogy 100 ezer emberre, és akkor meg is vannak. Igen, de ha nem tudom, mindegy, hogy hova ülsz. Uh-huh. Ha tudod, hogy hetente egyszer te kimész, nem tudom, Szicíliára, Szardíniába, Varsóba, mert neked a dolgod van, akkor az úgy azért egyébként, ha van egy rokonod, akit te mondjuk két hetente meglátogat, és tuti fixe repülsz, akkor azért ez így nem hülyeség. Rohadt sokat kell hozzá utazni. Tehát ehhez azért nagyon sok, hogy ez kijön, hogy ez megérje a matek neked, igen. Követelem a Budapest Nyíregyháza járat a rendszeresítését. Na, és akkor oda neked megérni, hogy naponta, vagy mit tudom, még hetente háromszor tudnál menni oda-vissza. Onnan járj be dolgozni reggel. De reális, hogy Julin kívül bárki 72 órával az elindulás előtt válasz időpontot Thessalonikiben? Én azért úgy utazom meg ti is, nem, hogy azért 72 órával előtte te már tudod egy hétre, két hétre, tudod, hogy akkor van. Másfél évvel előtte elkezdek meditálni, ne dögöljek meg. De mindegy. Eszternek egy utazás, egy repülős utazás, 3,5 év. Konkrétan. Azt is megnézem, hogy mi az elosztása a gépen az üléseknek, hogy szerencsésnek tűnik-e. Plusz, neked van egyedüli ilyened, akkor nem tudsz menni családdal.
a haverjaidnak vagy nincs. Vagy ők megveszik rendesen. Hát vagy ő rendes áron veszi vagy meg. Vagy külön ülnek. Vagy veszel mind a négyünknek, vagy a mind a hármunknak kihányan van meg a tudod, családban. Mi a baj. Érted? Az a baj, szerintem, hogy olyan desztinációkra tudsz menni, ami kevésbé kihasznált, mert ami nagyon kihasznált, ott a vízer neked azt fogja mondani, hogy bocsánat, sajnos. Ezen már ugye hát az ülőhelyek sajnos a járat kihasználtságától függenek, ez egy nagyon kihasznált járat, itt nem tudjuk az olyukeni flyosoknak biztosítani egyet, tehát nem tudsz elmenni hetente kétszer Londonban, mert fura vannak azok a járataink. Viszont ezt Thessaloniki kibe minden nap. Viszont ezt Thessaloniki be. Azerbajdzsán. Nagyon jó, ne. Szádra neved. Azerbajdzsán? Nagyon jó. Nekem te nem nekem te nem mondjad, mit vegyek a számolra. Thessalonikit vetted, de Azerbajdzsán jó. Hát de most azért relatív nagy csalódás, amikor az ember Rómába akar menni, és Azerbajdzsában tört ki, szóval nem vagyunk semmi. De amúgy nem tudom. Ezért ez elég erősen kalandvágyókra van szabva, nem? Egy hopo-hopof rendszer, nem? Tulajdonképpen amúgy ugye mondjuk 10 székre lehet számítani, gondolom, járatonként. Hát szerintem nincsen fix, ők nem nyilatkozzák le, hogy mennyi. Látják, hogy mennyire kihasznált a járat, és ugye egy algoritmus kiszámolja, hogy fél brutál foglalások vannak, tele van a járat, magasak a jegyárak, ne engedjük most ide be a bérleteseket. De a zsákba macska rendszer miért nem úgy működik, hogy akkor eljössz egy bőrönd, ez lesz, ami lesz, és akkor elküldünk valahova, meg hazahozunk onnan. Akkor legyen ez, nem? És akkor minden hétvégén máshova mész. Igen. Egyébként kíváncsiak, hogy fog-e nekik működni. Ugye a fapatosok közül most ők csinálják ezt először Európában. Senki nem vezetett be még ilyen all you can fly. Üzletileg lehet, hogy egyébként megéri, mert rácsapnak az emberek, csak amikor elkezdett használni, jössz rá, hogy óvatosan. Tehát, hogy nem tudom, jónak tűnik. Most egyébként hát, még... brüsszeli diplomata vagy, májó, Londonban vagy... Rokonok vannak, és folyamatosan mész. Jönnél hetente, akkor ahhoz képest nem rossz. Igen. Debrecenben mész sokat, és akkor Budapestre kimész, és elrepülsz. Igen. Itt van velünk Timi egy rövid, hello Timi, neked már van ilyen? Ciao. Sziasztok, jó reggelt. Igen, én rácsaptam erre. Mégpedig azért, mert nekem se kutyám, se macskám nincsen, és home office-ban dolgozom, úgyhogy így eléggé van lehetőségem arra, hogy így spontán ugráljak. Hát az egy elég jó, mert akkor te 72 órával előtte ránézel és mész. Igen. Bár, hogyha jól olvastam, most ebben nem vagyok biztos, mert aztán kicsit így megbántam a dolgot egyébként, tehát így gyorsan rácsaptam, és akkor utána elkezdtem így feldolgozni ezeket az információkat, hogyha jól értettem, akkor hogy nem tudsz venni retúrjegyet, tehát hogy egy irányba tudod megvenni a jegyet, és akkor, hogyha mondjuk kint vagy egy desztinációban, akkor ott is ugye érvényes ez a háromnak. Most erre nem mernék megesküdni, mert egy idő után feladtam így ezeket a szopróbetűs részek olvasását. Valamint ugye vannak ilyen kiemelt időszakok, amikor nem tudsz repülni, nyilván a nyár, meg karácsony, a téli szünet, a hétvége, tehát gyakorlatilag semmi. Igen, a szerda, a csütörtök, a hétfő és a péntek. Nem, a hétvége azért nem, tehát ugye ezekben a mellékszezonokban nem. Valamint ugye, ha jól értettem, akkor van egy kontingens az All You Can Fly passzosoknak, tehát hogy... Igen. Ha ugye 10 000 darabot árusítanak, tehát azért a 10 000 darab, hogyha nem tudom, csak minden repülőn 3-5 hely van, akkor ugye a jobb időszakokra vagy a jobb desztinációkban azok azért gyorsan el fognak fogyni. Úgyhogy egy idő után tényleg én abba hagytam ezeknek az olvasását, mert ugye... De befizetted a pénzt? De befizetted, megvetted. Majd de utána rácsaptál az apró betűre. Jó, akkor Timi, még egy mondat, mert akkor idáig se jutottál el, hogy automatikusan évente újul. Automatikusan igen, is levonja a kártyáról, tehát mondd le. Rosszabb, mint egy HBO előfizetés. Mert le akarod mondani, erre meglátod, hogy 10 évre mennyi megújították. Nagyon kis mocskok, mert ugye augusztus 13-án csaptam én erre rá, de szeptember 25-től lehet először foglalni, viszont a tagság az következő év augusztus 13-án jár le. Tehát, hogy van egy ilyen egy hónapos üres járat, amikor így elmondhatom magamról, hogy all you can fly passzom van, de nem tudok vele semmit sem kezdeni, viszont a tagságom meg ugye ketyeg. Amit én így kitaláltam, még ilyen turpisságot, nem tudom, hogy ez mennyire működik, vagy mennyire van benne így az apró betűvel, hogy ugye ha az esti járatokra foglalsz, akkor azért úgy elég jó esélyed van arra, hogy mondjuk csúszás van, és ugye bizonyos, tehát azt mondom, 3 óra
csúszás után ugye fizet a vízer, úgyhogy lehet, hogy meg kéne próbálni így egy kicsit így visszaszedni. Ja, hogy egyszer egyet megcsúszol, és akkor visszaszedett. Igen. Ez egy olyan van, igen. Szóval apró betűk elolvasása fontos. Timik, mennünk kell, köszi, hogy elmondtad, óvatosan. Ja, jó. Köszi, csáó, puszi, hello. Gyerekek, írjatok már hasonló történeteket, hogy mikor nem olvastátok az apró betűt, és mibe ugrottatok úgy bele, hogy azt jöttetek rá, hogy Bibis az olom, életed üzlete, életed szerződése, életed lehetősége, majd szóltak, hogy olvasd el az apró betűt. Hát, ha találunk egy-két jó történetet. Hasonlóan valami áru, vagy rendelés, vagy szerződés, szolgáltatás, bármi kisebb volumenű dolog, amivel kifizettetek 100-200 eurót, 50 eurót, nem tudom, majd rájöttetek, hogy érdemes elolvasni az apró betűt. Jövő mindjárt. Balázsék a Rádió Egyen. Milyen volt a Kylie a szigeten, gyerekek? Mert ránéztem a monitoromra, és látom, hogy ez Sia és Kylie Minogue közös dal, legalább új dal, tehát hogy ennek is örülünk, valószínűleg valami tévedés történt. De hogy, hát hogy... akik kint voltak közülünk a szigeten, ők elhullottak. Sziget vírusban, vagy miben? Laci mindent elkapott, amit el lehetett kapni. Laci szerintem egyszerre maláriás, covidos, hepatitises, és majomhimlős, bárányhimlős, és vérhas és tífusz. Tehát a Laciban most minden bújik el. Nincs is ma, de hogy Kylie itt volt a szigeten. Én nem értem, hogy honnan ásták elő, vagy exhumálták szegény, de hogy ez meglepő választás, de nyilván most már ugye amerikaiak csinálják a line-upot, vagy nem tudom. Vagy más, ugye itt a tulajdonosi háttér. Nem tudják ezek, mi kell nekünk, de állítok, olyat is voltam, hogy nagyon lagymatag volt, meg olyat is, hogy felszántotta a szigetet. A maga hár 33 kilójával, 140-es mélységével. Látok, nagyot ment. Szerintem de akkor nem voltatok Kylie, senki nem volt Kylie. Miért nem mentek ki Kylie-ra? Kylie nem ugyanaz, mint Nyíregyháza. Nyíregyháza mindig ott van. Kylie nincs mindig. Lehet, hogy nekünk nincs ott van Kylie, de van helyette Klárikánk. És ugyanolyan néz ki, és ugyanolyan jól énekel. Minimum. Olyat hallottam, hogy felszántotta a színpadot. Kicsi, apró csajci úgy pörgött, mint a nem tudom. De ők nagyon profik amúgy is, meg hát egy ikon a Kylie, szóval. Na jó, de láttuk már ide jönni sok amerikai előadót, aki ikon, és olyat haknizott, hogy Rihanna 2 éve vagy 5 éve, hát nála jobban csak mi untuk az fellépés, az 3 euróval levonult, érted, mert vissza kellett menni a Four Seasonsbe, még jacuzzizni egyet. Jöttek itt már nagy ikonok, akik nagyon unták. De Kylie ugye folyamatosan Madonnának az árnyékában élt, ezért rajta mindig ott van a nyomás, hogy meg kell mutatni a többiek. Ja, hogy ő igen. Egyébként szerintem most már jobban néz ki, mint Madonna. Hát igen, mert nem töltötte bele. Nem nehéz jobban. Nem tudta bele az arcába egy államköltségvetését, és akkor ez segített neki abban, hogy jobban nézzen ki. Igen. Meg amúgy a Kylie az egy, tehát egy teljesen más karakter, mint a Madonna. Ugye a Madonna azért egy elég ilyen excentrikus. Expresszonat. Igen, és hogy más azért, mert a Kylie egy ilyen kicsit visszafogottabb, ilyen kis elegánsabb. Igen, nem csinálják botrányai valahogy úgy az egész. De hát, hogy nagyon messze van csak azért. Na mindegy, csak azért akartam tudni, hogy mi volt. Mert hogy Kylie mi okszol most. 1 millióért lépett föl. Annyiért én is megcsináltam. Én azt gondolom, hogy azért már lassan egy Simpson se veszel, nem? Tehát, hogy... Ja, hogy euró vagy dollár? Dollár. 1 millió dollár? 1 millió dollár volt Kylie. 1 millió? Én tudom ám, hogy aztán itt még kik jönnek ide nem sokára, de nem mondhatom el. 1 millióért? Kicsit többért is tudom, hogy kijön. Jeff Goldblumot hozzák, vagy nem hozzák? Jeff Goldblumot nem hozzák, akkor de nem sokára meg tudjátok, itt hoznak. YouTube lesz. Nem YouTube lesz, ne találgassatok, nem mondom el, de nem akkor sokára érkezik száll valaki. Így is van, 10 millió dollárt kértek, de újra összeáll a nagy hármas. Lesz itt nem sokára egy nagy buli, gyerekek, de nem mondom, nem mondok nektek többet. Amerikaiak? Nem amerikai, de nem mondom el. De érdekel minket? Nem amerikai? Nem, titeket annyira nem szerintem. De nem az előadó nem érdekel, hanem a tömeg, ami lesz rajta. Ugye ez én kapcsolatkoncert lesz? Nem mondhatok semmit neked erről. DJ Oti! Visszatér! Igen. Visszatér DJ Oti! Anna már beizdobta a bugiját a kövekbe. Az 1 millió dollárért lépek fel. Nem. 1 millió dollárért. Úristen. Álltok a pannongél sem hozzá. Az élvonal. Jó, de jó volt. De szerettem azokat a régi idők reklámjait is, nagyon szerettem. Pannongél sem, az élvonal. Na, ne karanyolodjunk el, ugye apró betűs dolgokról beszéltünk. Ne karanyolodjunk el. Milyen időnk lesz Ferenc előtte, mondd el? Jó, meleg 40. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentést támogatta a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és gázkazánok forgalmazója. A szerelvénybolt.hu. Nagyon jó. Hát megvannak a fiatalok, nem tudjuk, hogy élnek, de megvannak, de valószínűleg 3 egyszerre megvan, akkor valószínűleg élnek. Hál' Isten, ugye ők reggel beragadtak a Dunába a viharnál, és 3 bulizó fiatal álltok megvannak. Köszönjük szépen.
Ugye arról beszélgettünk, hogy itt az egyik fapados járat kijön egy ilyen all you can eat, all you can fly bérlettel, és megnéztük, hogy... All you can eat, all you can fly. De amúgy ez egy, ez egy piacirés. Ez egy piacirés. Egy all you can eat, fly. All you can eat, all you can fly. És ugye a magyar ember hajlamos beugrálni bizonyos dolgokba, anélkül, hogy megnézné, hogy azért emögött mi van, és mindig az a fránya apró betű. Ugye? Mindig az a fránya apró betű. 499 euró per év áron ajánlják neked, hogy odautazol, és annyit utazol, amit csak akarsz. Egyébként nem csak nekünk, hanem szerte Európában ők kijöttek ezzel a csomaggal. És megnéztük ezt a csomagot, hogy mennyire kedvezményes az első 10 000 vásárlónak, ugye? És hát rájöttünk, hogy azért itt az apróbetűt érdemes elolvasni, de ugye a magyar ember sokszor nem olvassa el az apróbetűt. És azért így járunk. Egy jó svájci frank hitel. Így is van, ezt akarom mondani, hogy abban a fél ország beleugrott. Neked is volt? Nekem, én akkor még fel se váltam. Ne válts már most. Miről beszélsz? Ne kérdezzél éneket, megfogta a pudingos dobozát, ilyenkor nem tud koncentrálni. Vettem magam egy fehérjes pudingot. Vett egy levegőt és megfogta a pudingot. A fehérje pudingomat akartam bekanalazni, nagyon-nagyon csendben. De hát ezeknek az embereknek semmi sem szentén. Ezek mindenféle hülye kérdések. Ami nem véres furka vagy olyan gusztustalanság. Ami nem análszex, az nem érdekli őket. Ez, van, ez egy ilyen rádió csatornak. De csak az análszex után. Hát most nem. Igen. Hát közben is meg lehet ám azt tolni, ha akarod, de nem fogsz neki örülni. Mindegy, a lényeg, hogy igen, nem vettem fel svájci franc hitelt, mert én akkor még javában élveztem a diákhitelemet, amikor ezek a dolgok történtek. Ja, akkor azt de hogy abban benne volt az apró betűben, amit a fél magyar lakosság szegények nem olvasták el, hogy amennyiben változik az árfolyam, ami ugye változott és nagyon elszállt, akkor azért jó, ha tudod, hogy a törlesztő részt, és emelkedik, valószínűleg benne volt. Benne, csak ugye ezt ki olvassa el azt a szerződést, már mondom én, aki egyébként beleléptem ebbe a folyóba. Csúnyán rá is beszéltek azért a bankok. Neked volt svájci franc? Hogyne. Csúnyán rá is beszéltek azért a bankok arra. Olyan sok pénz elment. Akkor ezért kell lakni a kis lakásba most? Persze, így égettük, érted? És ott se olvasta el a magyar az apró betű. Te nem olvastad el, és aki a szerződést kötötte veled, az meg nem mondta. Sőt, hogy nem mondta, ki volt adva a bankoknak, hogy azért arra felé tereljenek, mert ugye a törlesztő részletet havonta olcsóbb volt azért egy kicsit, és összehasonlítottad a forint törlesztő részlettel, és rájött, hogy az olcsó. Ugorjunk bele az olcsóba. Csak kiderült, hogy szar van a palacsintában, mert az árfolyam különbözet, az ha elszáll a svájci frank, akkor szívás van. Hát igen, itt a nagy probléma. Na, de hogy volt ez Annáéknál? Hát nálunk úgy volt, hogy vettünk egy Toyota Yaris-t egy Alfa Romeo árába. Tehát ott semmi probléma. Tehát, hogy a 2 milliós autó 10-be állt meg a végén. Ja, egy igazi elkötelezett már a hívő lát. Gerül, ami bekerül. Kerül. Nekünk lesz egy Toyotánk. Ezt így van, gyönyörű, el is lopták egyébként. Tehát mindez volt a kis gyönyörű tűzpiros csodálatos full extrás. És még fizettétek úgy a törlesztőt, nem? Nem, mert kaszkó volt rajta, tehát le lett zongorát. Hát jó, csak amit belefizettünk, addig azt elvitték. De egy kezdtük utána nulláról. De nem probléma. Tehát de egyszer él. Megint? Persze. De ez milyen szép szor, és svájci frank, fizeted, ellopják. A szalomba előre nyitották az ajtót. Tényleg nem csak lakást vettek svájci frankból, hanem csomóan autóba is beleugrottak. És bementél, megkérdezted, hogy na, mik a lehetőségek, és elmondták, hogy ha forint alapú, akkor 150-et fizet. A svájci frank akkor 120-at. Ezt föl... Mi... Eddig hallottam, amit mondtak. És itt kész vége, de nem, is, de nem is mondták a többit. Na most mi fölvettük. És azt a jöttek a svájciak. Azt a következő hónapban így... Egy hónap volt? Körülbelül egy hónap volt, amit élveztünk. Nekünk fél év volt, amíg jó, de annyi, én nem ostorozom magam, mert tényleg megnéztük az apró betűs részt. 21%-kal ment a forint hitel, és akkor 3,5 a svájci frank. Senki nem választotta volna a forint hitelt. Itt az a probléma, hogy ők már tudták odafönt, hogy itt nagy bajok vannak, mert nem lenne szabad folyósítani a svájci frank. De folyosították. Itt ez a nagy probléma, tehát nem tudom magamtól, hogy ki az a hülye, aki a 27, azt senki, hogy hát nem is érted, meg az egész pénzügyi kultúránk is azért a békafenekkel ott van, de nem is tudja, nem is feltétlen tud. Meg megbízol abban az emberben, aki ott ül, meg olcsóbb is volt, igen. Szeretném, ha ezt valaki összevágná a bitcoinnal kapcsolatban, ugyanezt, csak a szöveget tartsátok meg, tegyetek a bitcoin elé, és akkor így lássuk meg, hogy lesz ebből egy új tartalom. Senki sem mondta, hogy bocsánatot kérek a bitcoinnél, és mindenkit, akit erre buzdítottam. Ez soha nem fog megtörténni. Soha nem fog megtörténni. Előbb fogtok letérdelni, mint hogy én a bitcoinért elnézést kérjek. De akkor se kértél, amikor a felére esett vissza, pedig lehetett volna. Ti fogtok decemberben elnézést kérni tőlem. Amikor 78-an vagy akár 100-an, és azt mondjátok volna, hogy Balázs, ne haragudj. Bocsánat, minden bántásért, amit 4-5 éve már fizikai és lelki abúzusként elkövettünk ellened, és a bitcoin ellen. Ne haragudj. Lelki abúzus. Abúzus kiállt. A bitcoin abuzál.
vagyok, akkor csak az, mondom. Akkor kell egy újravítés. Bauzus. Bauzus, igen. Nekem a legnagyobb apróbetűs buktám 2 éve volt, diagnosztikai eszköz leasingeltem, elcsúsztam a törlesztővel, felmondtak a szerződést, nem is lett volna baj, ha csak az eszköz kell visszaadni, de nem. A szerződésben benne volt, hogy ha felmondják a szerződést, ki kell fizetnem a teljes leasinget, és az eszközt is vissza kell adni. Azt a mindenit. Úristen, azért az nagyon jártam egy videókölcsönzőben, hogy nálam maradt egy nagyon jelentéktelen videókazetta, de tényleg van iszonyatosan rossz film. Rokko 3-as kalandjai. Rokko dühös. Rokko beindult. Kivágott jelenetek. Minden lében két anál. Jaj, de rég hallottam, ezt meg is nézem, ha hazamegyek. Igen, a bolygó neve Anál című, borzasztó, szörmedvényes VHS kazetta. És az a lényeg, hogy de tényleg valami kötelező olvasmány volt, ráadásul tudod, így videóformátum volt, tehát ennyire rossz film volt, és nem, sehol nem találtam, és ponton úgy elengedtem, hogy ha én nem találom, akkor úgy sem jelzik senkinek. Azt elkezdtem kapni a leveleket a videótékában. A Vico videótéka felszólított, hogy a 3000 forintos kölcsönzés 150 ezerre ment föl. Tudod, és ráadásul szomszédban volt a videótéka, ezért minden egyes alkalom, amikor elmentem előtte, azt kellett, tudod mi az, hogy osondik el valahol, mert tartozásod van. Borzasztó. És hogy anyámat küldtem. Vagy, és anyám mennyivel okosabb volt, mint én, lealkutta. De ő jó fej. Igen, és mennyi volt a bünti? Hát nem is bünti volt, hanem kamat volt már akkor. Hát nem tudom, szerintem ilyen 30 ezer videókaziból. De anyám 9500-ban megoldotta. A videókazett ára 1800 forint lett volna, szóval... Igen. A 8-os összegyűlt balagási pénzemből vettem egy neve nincs digitális órát 100 000-ért, amit csak akkor tudtál használni, ha még előfizetsz havonta x ezeret. Mondanom sem, hogy életem üzlete volt, eladtam 30 000-ért. TV előfizetésem lett 2 év hűségével, a Discovery csatorna miatt nincsenek szerződésben, nem sugározzák a Discovery-t, az ajánlatban benne volt. Szép. Azért ez is milyen, nem? Társkereső oldal, első hónap 3500 forint, apró betűs rész, amit nem olvastam, csak az első hónap ennyi, további hónapok 19.903 hónap után vettem észre. Amúgy tudod, milyen még az Apple TV? Haragszom az Apple TV-re. Miért? Mert ott meg az van, hogy van egy ilyen havi díj, de a filmekkel külön fizetni kell. Hát milyen streaming szolgáltató ez? Ugye? Szivatos. Most nem tudom, miről beszélek. De nekem is van Apple TV-m, és tényleg így van. És ez milyen világ, hogy előfizetsz a Netflixre, a Disneyre, a mit tudom én, az összes többire, ugye? Ahol tudod, hogy mit tudom én, 3500 forintért, akkor ájulásig. Igen, ájulásig. Az Apple TV-nek van egy általános díja, igen. De utána a kölcsönzés azt hiszem, hogy 700 vagy 800 forint, tehát nem annyira vészes. Ha nem, ha van a drága filmek is, Frankfurt. Vagy ha meg végleg a tévéden marad, akkor 3900, de ha csak mit tudom én, töltöd, vagy kölcsönzöd, akkor meg 799. Hát ez de milyen világ ez? Ez egy szemétvilág, mondd le az előfizetést. Le is fogom mondani, amint vége ennek a megszólalásnak. Szerintem most megrettentek. Szerintem most a gyomorbőrfele. Megérkezek ebbe a világba, ahol még külön ilyen van VIP, belül VIP, hát hagyjuk már. És akkor még egy kis, mennyi egy film? Nagyon drága. Ha kölcsönzöd, vagy ha letöltöd, nem mindegy. 790 vagy 800 a kölcsönzés, de ha letöltöd, hogy a végén maradjon, aki 3000-4000 forint, igen. És nyilván azokkal hirdetik amúgy a szolgáltatást, amik fizetősek. Tehát nem az ilyen Will és Grace 50 ezer évvel ezelőtti spanyol verziójával hirdetik, hanem amit a gyerek akar, igen. Igen. A bitcoin csak egy lufi, ami bármikor kidurhat, ne hagyd, hogy bedője hamis ígéreteknek. Attila, köszönjük szépen a hozzászólást. Most letiltottunk téged, Attila. Igen, egy életre bandolunk, és üldözni fogunk, és fölrakjuk a telefonszámodat egy meleg oldalra, hogy csak éjszaka hívjatok. Ha letagadom magam, ne add föl. Igen, de hogy ez nem volt. Mi jártunk a legjobban, svájci frank elszánásból, a nagymuter áttette a család pénzét svájci frankba a boom előtt, ebből vettünk nyaralót a Balcsin. Hát igen, akinek volt ugye pénze, mert mi azért vettünk föl haver svájci frankos hitelt, mert nem volt pénzünk. A nagyanyádnak meg volt, úgy azért könnyebb. Igen. Ugye? Nekem egy nagyanyám se volt. És itt a nagyon nagy igazság. Az igazi szegény. Nem az igazi szegénynek. De még nagyanyja se. Így van. Itt a nagy igazság, amit ügyvéd úr ír. Az a baj a magyar emberekkel, hogy azt a pénzt akarják elkölteni, amit soha nem is keresnek meg. Ez... szép summázása a magyar pénzügyi kultúrának. Van nem a magyar, valami. Ez amerikai képben. Van benne igen, valami. Ez, ehhez képest, ami Amerikában van, ahhoz képest mi sehol, még a fasorba sem vagyunk ezzel kapcsolatban. Tehát Amerikában úgy indul, hogy 18 éves leszel, kapsz 4 hitelkártyát,
és akkor érezd jól magad. És az amerikai nagy többség egész életében a hiteleket próbálja így törleszteni, vagy olyan utolérni szinten tartani, magát. Utolérni magát, hogy életben tudjon maradni. Hát ez képest az amerikai, vagy a magyarok, hogy akarnak egy nagyobb tévét, meg egy BMW-t, ugye, mert minden szegény ember egy BMW-t szeretne, ez egy klasszikus dolog, de hogy nincs, azért szerintem nem vagyok csak annyira minden durván. Minden szegény embernek az is van. Igen. Életem üzlete, felvettem 2 millió forintot a feleségemmel, eddig semmi gond, meg is kaptuk, majd 4 hónap múlva lelépett a pénz. Kivette a közös számlánkról, és el akart válni. A mai napig fizetem, Tomi küldte nekünk. Vannak azért rémtörténetek, igen. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket. Egyébként csak, hogy miért érdemes elolvasni az apróbetűs részt, ezt a hírek után megbeszéljük, Eszter hozott egy egészen megdöbbentő történetet. A Disney apróbetűvel óvatosak legyetek. Ezt mindjárt megbeszéljük. Most minden streaming szolgáltatán lejáratjuk magunkat. Ez a mai program. Így van. Jövünk mindjárt 3 perc. A pontosan 8 óra. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék! 8 óra után 7 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Szevasztok! Az mi volt a híradó, amikor befordult a kamera? És befordult a híradó, az volt a, így van. A vége, vagy valamilyen tévéműsor is így indult. Igen. Na, lemondtad az Apple TV-t, megfenyegetted őket, kicsináltad őket, helyretetted mindent őket? Mindent lemondtam, még a telefonon is a Maticát letakartam, mindent letakartam. Helyes, mondd le, Netflixet, az Amazont, a YouPorn, YouPorn, a Primetime. A YouPort azt még ne. Jó, igen, az XNXX, Pornhub, minden mondjál a francba. Amúgy ezt tudod, mi az érdekes, hogy ezek a streaming szolgáltatók nem kezdtek el még pornó streamelni. Ez miért van? Ez a pornó miért nem streamelhető így náluk? Hát ez egy nagy jó kérdés. Csend honol a stúdióban? Ez egy jó kérdés, hogy ezzel megleptél. Nem tudom, hogy ennek mi az üzleti oka, hogy a legtöbb pornó oldal egyébként ingyenes. Ez tényleg. Miért nem csinálunk ebből lóvét? Miért nem a reklámból élnek. Ami felugrik. Közben mesélte a haverom. A reklámból itt vettem élek, én is a gőzborotvámat szerint. Tehát honnan van a gőzborotvám? De milyen reklámok éppen vannak, ami felugnak fel? Mi nem ugrik nagyon föl reklám. Hogy te ezt honnan tudod? Kancált nagyban már 15 méteren belül. Az én haverom mesélte? Egy lipicai ménes reklám felugrott, de az se azért. Igen. 35 percen belül. Az, ugye? Ezt honnan tudod, hogy ilyen reklám van rajta? Én magam is ott szoktam hirdetni. Hegyegő vipera. Györben. De tényleg? Tehát a 10 legnagyobb pornó oldal az ingyenes, ez fura. Tehát ez miért adnak ilyen pornót? De ez egy jó kérdés. Ilyen? Na, ez nagyon nem? Jó kérdés. Na meséld el a Disney sztorit, mert az egyébként megdöbbentő. Ja, amit én hoztam ma, igen. Igen. Hogy mi történt, miért kell elolvasni az apróbetűt, ez jó. Egészen durva sztori. Az a lényeg, hogy Orlandóban, a Disneylandben megkérdezték a személyzetet, egy házas pár, hogy van-e az ételben tejszármazék, vagy dió. Mondták, hogy nincs, nyugodtan meg lehet enni. Megette a hölgy, akinek nyilván anafilaxiásokja lett tőle. Nem tudok jól nem tudok kívánni, de ezért nagyon küzdesz mindig, igen. Anafilaxiás. De már anafilaxiásnak jó, már évek volt. Anafilaxiás. Igen, sokat kapott, és meghalt. Meghalt. Oh. Beperelte a fickó ugye a Disneylandet, mert hogy hát meghalt a felesége, de nem is sokat kérdem, 18 millió forintnyi dollárt, ami kb. Szerintem ott ilyen temetési költség. És képzeljétek el, hogy arra hivatkozik a Disneyland, vagy Disney, mint a cég, hogy hát, hogy ezt nem lehet ebből per, mert elfogadtak annó egy ilyen nyilatkozatot, amikor a Disney Plus-ra feliratkoztak, aminek az apróbetűs részében ott volt, hogy ilyen esetekben nem perelheti a Disney-t. De várjál! Bizony. Ez mennyire durva? Tehát ott halsz meg, ott elfogyasztott ebédtől, és arra hivatkoznak, hogy te annak idején kötöttél egy stream szolgáltatást, és abban az van. Úgy tűnik, hogy jogilag ez meg fogja állni a helyét, de igen. Hogy nem perelhetsz semmiért. Nem mehettek, tehát a peren kívül megegyezéssel kényszerítik ezzel a fickót. Igen, és ugye, hogy nem normál bíróságra viszik, ahol esküdtek döntenek, hanem van egy külön ítélő bíróság, viszont nem az esküdtség dönti el. Ennek egy ilyen harmadik fél által egy felügyeleti eljárásban döntenek, tehát hogy a Disney kimászik a normál per alól, mert ők 2019-ben aláírták egy streaming szolgáltatói szerződést, ahogy az Eszter mondja, az apróbetűben ott van, hogy a próbaidő alatt már te, ha bármi problémád okoz, és valószínűleg a parkra is ki volt terjesztve, akkor te nem tudsz normál bíróság elé vinni az ügyet, és nem esküdtség dönt. Ez mennyire, és függetlenül a bíróságoktól. És ez a tévés előfizetése, akkor sima ügy.
Magyar, igen, és igen, és a, igen, és a magyar, tehát nagyon sok magyar szerződésben is szerepel ez a mondat, hogy a felek nem visz bíróságra, hanem hogy fogalmaznak ezzel kapcsolatban, hogy a felek először is mindenképpen peren kívül eljárásban igyekeznek megegyezni, ugye? És gondolom ennek is van egy amerikai megfelelés, ugye ez volt és benne. És rongyos 18 millió forinton szarakodnak. 18 millió forinton szarakodnak, és ugye itt ez arról szól, hogy nem egy nyilvános eljárásban a Disney rossz hírét keltve kürtöli szét a világ sajtó, hogy meghalt, hanem hogy ez zárt tárgyalás, és a nyilvánosság kizárásával folytatják a pert egy másik bíróság előtt, mert te aláírtál egy streaming szolgáltatói szerződést 4 évvel korábban. Hát aláírás, ez mennyire durva? Az aláírás ebben az esetben azt jelenti, hogy amikor feldobja azt a hosszú doktrit, elfogadom. Elfogadod, mert akarsz filmeket nézni. Majd 3 év múlva belehalsz egy mogyoróba a Disney parkba, és azt mondják, hogy sajnos itt egy szerződés, ezt te 4 évvel ezelőtt aláírtad. Ez mennyire durva? Azt mondanám, hogy ha 18 millió dollárról lenne szó, akkor ez így oké, jó, ez így erős, meg tudom. De amúgy egy emberi élet versus pénz, tehát amúgy szerintem a Disney költségvetésének még az is apró pénz konkrétan, tehát szerintem magyarulra többet költenek ott egy ilyen Disneylandnél egy nap, mint ez az összeg, és hát akkor... Hát tudod, mitől félnek ilyenkor, hogy ez precedens, így igen, hogy minden nap elmegy meghalni, hogy valaki... Hát nem, csak hogyha bármi dollárért történik, akkor majd azt mondják, hogy na de annak az embernek fizettek, fizessenek nekem is. Jó, tehát azért tehát itt meghaltak. Tehát meg. Az egy relatíve... Visszaadhatatlan. Hát gondolom, itt ugye az az érdek, vagy az a célja ennek, hogy minél inkább a peren kívüli egyesség felé tereljenek. Csöndben, színfalak mögött, hosszú húzavonal nélkül te valahogy megegyezzél velük, de ha te perelsz, akkor az nagy nyilvánosságot kap, elveszítik a pert, precedens lesz, sok ember akar perelni, és lendületet kap. Míg ha elvisznek egy másik bíróságra, ott nincs lehetőséged ezt napirenden tartani, nyilvánosságra vinni, beszélni róla, mert a per az köt arra, hogy neked ezt titokban kell kezelni, hogy nem nyilatkozhatsz róla. Tehát csendesebb az ügy. Na de ha én szerintem... vagyok Disney úr, igen? Akkor nem azt csinálom, hogy fölhívom a csávót, uram, egyrészt elnézést kérünk, másrészt azt, akkor itt egy titoktartási, legyen kedves, ezt itt aláírni. És 1 millió dollár. És itt van 36 millió forint, vagy 1 millió dollár. Nem? Nem egy ezt csinálom. Ez igen, hogy... semmi, nekik ez apró pénz. Valószínű. Most már mindenki tudja, ugye, hogy ez így van náluk, úgyhogy remélem mindenki megy Disneylandbe, akkor előtte gyorsan leiratkozik a Disneyről. Ez mert fontos, amúgy meg is érdemelnék, mert ugye pontosan, hogy mert gondolom, akkor arra már nem terjed ki arra az időszakra, amikor nem vagy felhasználó ennek a szolgáltatásnak. De neki csak próbaszerződése volt, várjál, tehát egy próbaszerződés, de nem tudom, aztán volt-e élő szerződése, de egyszer egy próbaszerződést, vagy egy próba időszakot ő aláírt. Nem tudom, hogy aztán folytatta-e. De olyan nincsen, hogy felmondhatatlan szerződés, nem? Tehát hát nem, ezekre le tudsz iratkozni, persze. Hát ha te megszüntettél egy szerződést, akkor az nem él újra, ha te közben meghalsz a Disneybe. Itt ugye arról lehet, hogy ide valaki, hogy a precedens jog a lényeg, tehát hogy ne az legyen, amit Feri is mondja, hogy itt akkor elindul valami olyan peráradat, hogy mindenki akkor perelni próbál valamilyen ügy kapcsán. De nincs ennyi ez a Disney, hogy azt mondják, hogy figyelj, ez nagyon rossz fényt vett ránk, mert most már tudják, hogy visszaélünk az apró betűs részekkel, hogy így ne csináljunk ilyet. Ez nincs ilyen. Mondom, úgy gondolkodik, hogy inkább nagy pénzt fizessük ki, legyen csönd és csókolom. Csak ők úgy attól félnek, hogy 26-an még akkor sorbálnak nagy pénzzel. Na óvatosak legyetek akkor a Disneyvel. Vagy nem menjetek Disneylandbe. Vagy nem menjetek ez Disneylandbe. Ki nem rossz móka, mint voltam. Te élvezted, vagy a gyerekek? Annyi, hogy Eszter most akkor akar menni. Akkor viszont ne egyél. Mogyoró allergiája van, tejérzékeny, gluténérzékeny, búza gabona és vörös hús érzékeny. Igen, és évek kezdődött, én voltam a magyar Disneynek a HR-ese, átmenetileg úgy, hogy... Figyelj, abszolút neked való Disneyland, tehát repülővel kell menni, utász repülni, sorba kell állni, nagyon sok ember van, rengeteg az orosz, és fél órát kell várni, hogy fölüljél egy darab hullámvasútra, szerintem a te hétvégéd lesz. És ugye a francia kedvenc nyelvem is ráadásul. Igen, a franciát nagyon szereted, és 4 órás sorok vannak mindenhova, kifejezetten imádni fogod Disneylandet. Vegyél mondom... ilyen gyorsítósávos jegyet. Fastpass. Azért a másik oldalt is nem áldozathibáztatás, senki nem szólja, de van egy ilyen durva magyar allergiát, hogy tudod, hogy egy pici is halálos. Ugye azért azt kimutatják, hogy effektíven emelt. Hogy az Istenbe mersz egyáltalán beülni egy olyan étterembe, ami elvileg azt mondja, hogy figyelj, nincs. Tehát minden egyes kajával az életedet teszed kockára. Azért, mert Jürgen azt mondja, hogy ebben nincs mogyoró. Szóval, hogy azért... Hát de valami tenni kell, érted? Na de elviszed, megcsinálod magadnak, elkészíted. Nem, tehát tudod, hogy az életed kockáztatása az, hogy beülsz egy étterembe, mert belemegy a mogyoró. De hogy bemered vállalni, hogy ott valaki azt mondja, hogy
Na, de nyugodtan, hölgyem. Mire gondolsz a magyar allergiák? Kicsit piros, fulladsz tőle, de hogy nem gondolod, hogy ebbe azért úgy képes belehalni. És beülsz egy étterembe x naponta, vállalva az, hogy ebben bármi magyaró van, akkor ott abban a pillanatban te azért megbúrnálsz. Ez is nagyon kemény. Sehol nem ennék. Lehet, hogy nem sehol nem mernék enni. Az allergiája. Igen, lehet, kérdés, persze nem ismerjük az ügyet. Szegény ő is azt gondolta, hogy lesz piros kiütés rajta, csak hát kiderült, hogy nem, ő tudta, hogy mire az ennyire. Persze, tudta szerintem. Sok ilyenek még injekció is van náluk, tehát hogy van. Micsoda? Epipen. Tehát ott van nálad az injekció, lehet, hogy ez olyan szintű allergia volt, hogy nem mernék beülni. Ja. Így, hogy tudod, hogy minden egyes kaja egyfajta, nem tudom, életet, öngyilkosság lehet. Nem? Olyan megérje? Tud-e olyan lenni egy írta, hogy azt mondod, hogy... Tud. Told elém. Nem, hát ha tudod, hogy meghalhatsz tőle, beülnél étterembe. Hát attól függ, hogy milyen van egy olyan durva terallergiád, először összefosod magad, hányni kezdesz, vérhánysz, majd bélsárhányás, és vége. De... Azon gondolkodtam, hogy mi a sorrend? Mi a sorrend? A bélsár az utolsó. Hogy előbb vér folyik a szemem, és csak utána fosom össze magam, akkor oké. Beülsz? Hogy... Beülsz, bemersz ülni étterembe, szerintem nagyon, ezt a nagyon nagy rizikó. Ezt a döntést meghozzuk a kocsmai életben amúgy. Amikor hogy tudod, hogy rosszul leszel tőle, azt mégis megiszod. De jó, de ott nem úgy leszel rosszul, hogy meghalsz. Nem, hát másnap azért kicsit, de hogy jó, igen. Jó, egy picit igen. Igen, hát nem tudom ezt. Őszintén szóval én nagyon szeretek enni, ezt tudjátok, de hogy annyira nem szeretek enni, hogy meghalljak miatta. Mondjuk ez egy ellentmondás, mert azért elég sokat ettem, és már szerintem. Nem is élek. Ketyeg az a biológiai óra, attól a sok ételből. Mondani, hogy dőzsölik az endokrinológusok egy kis mancsaikat, de nem tudom, szóval nem tudom. Nem mernék. Tényleg nem mernék. Mondjuk, meg ez a legrosszabb fajta halál. Nyilvánosan ételtől felpuffad, megfulladva. Szóval... Igen. Egyszer úgy repültem, hogy gépen volt egy mogyoró allergiás ember, és mondták az elején, hogy ezért nem szolgálnak fel semmi mogyorósat, és a gépen sincs de mogyoró. Kemény. Mostantól kezdve mindig írjuk be, hogy mogyoró allergiánk van, és szivassuk őket, legalább ennyivel a sok kis. Igen, legyen valami nagyon durva allergiád, igen. A bőrszagra vagy allergiád. Franciák nagyon zavarnak. Ettől idegösszeomlás is lett. Na, mi van a lábprojektünkkel? Na, itt van, hogy itt van, mi van a lábprojektünkkel, Eszter? Én már be volt nekem űrve a költségvetésbe, hogy már szeptember végén csattanak 2 millió forint. Én ezért jöttem a dolgozni. Rám írtak tegnap, kiírtam, Júli, hogy gyere már dolgozni, meg kell a pénz a Balázsnak. 2 millió forintot ígértél, ha az OnlyFans oldalra föltöltünk lábfotókat. Edit profile. Edit, szóval, ki az Edit? Edit. Az most már az nem Edit fotóit akarjuk fel. A Balázs lába. Itt vagyok, igen. Bazsaria fut. Igen. Ez lesz az a usernámad. Ez lesz ez Bazsariak lettem, Bazsaria. ez az én footer nevem, vagy foot nevem. Igen, user nevem. Igen, Bazsaria foot. Bazsaria ugye Eszter azt állítja, hogyha erre a felnőtt oldalra, ami feltöltünk, sima, egyszerű, semmilyenféle felnőtt tartalmat nem tartalmazó, egyszerű nem kérkedő, lábfejfotókat, nem strici... semmiféle durva tartalmat nem, akkor ebből nagyon-nagyon sok pénzt tudunk a stábnak keresni. Elmondtam az irányszámot, 2 millió forintot szeretnék. Ez egy társadalmi kísérlet. Egyfajta, nem is tudom, és mert akár csomó ember rá tudná, hogy megél a lábaiból. Igen. Sima lábfotó, mesztelenül, különböző helyzetekben a lábaid. Igen. 2 millió forint. 2 millió forint. Járjunk ennek utána. Jó, na mondom akkor az első feladatot, Ferenc, felkészültél? Igen, is? Jó. Hozom a kártyámat, mert látom, hogy kell. Tedd el a péniszedet, köszönöm. Azt nézd a varam, hogy csinálj egy oldalt. Fölizgult. Már beindult. Tehát az Oli felszor mindig elveszi a péniszét, sajnos ezért. No. Nagyon nehéz koncentrálni. Okay. Na, szóval igen. Na, hozom a bankkártyámat, mert azt meg kell adni. Miért kell a te bankkártyád? Bocsánat, minimum az én bankkártyámat adjuk rá Revolutot. Mert a Lacival észnél voltunk. Na, de ez egy közös táppénz, én bedobom ezt a közösbe. Ez egy közös táppénz, ami az én pénzemben számlál, nem. Nem, a Laci csinált neki Revolutot, de mindjárt megkérdezzük Lacit, hogy pontosan mi történt. Laci haldoklik a maláriás vérhastól éppen. Oké, tehát Revoluton utalnak majd nekünk a lábfotókért. Hát vagy nem tudom, itt az oldalon keresztül kell rá kattintani majd a sok pénzt a nagy bütykökre. Gombra? Milyen bütykök? Mi a hófehérke lábam van? Mit szesz? Kecses, könnyed. Hétörpére végeztet. Illatos. Illatos, gyönyörű, megpedikűrözött, gyönyörű lábam van. Ne szaladjunk ennyire előre. Mit kell beírni? Először is kell írni egy biót, ami ugye azt jelenti, hogy... Mondnak, hogy húsevő vagyok. Nem veszünk bioélelmiszert. Jó, mi legyen a bajóban? Na tessék. Bio? Igen. Szerintem legyen az, hogy írjuk magyarul, mert... Magyarul írjuk. Jó. Híres lábak. De nem ez egy híres láb. Nem, a híres láb. Mert csak egy láb?
Hány lábat kell föltölteni? Hát két lábasat teszünk? Hát két, de olyan is legyen, hogy összefonulnak a lábújak, mert egymást tesz a lábújak. Aha. Hát nem lehet. Ilyen gondolkodó pozban összerakom. Jó, túl sok lábfotó még nincs, hát 2-3-at föl tudunk tölteni, aztán majd elkezdem, de... Majd ebbe szipartam. Profilképed van már? Nem, hát lábkép. Van, profil a stúdióban csináltunk egyet egy közös forgatáson Eszterrel, ott elkészült a profilkép. Igen, igen, és a másik, hogy a gőzborotváskép is kell most már. Hogy gőzborotvás, tehát levágja a lábujjamat. Nem, az szerencsétlen baleset, kicsit egy üszkösödött. Csináld azt, hogy lábújjal fogod a gőzborotvát, az és jó. Úgy gőzborotvász. Igen, akkor át kell írnunk a kategóriát rokkantra. Hát az sokkal többet fizet. A rokkantakat nagyon szeretik. De ne az legyen, hogy, az legyen, hogy ez nem egy láb. Ez a láb. Ez a láb. Ez a láb. A láb. Ez a láb, írjad. A láb. Nem a láb. Nem adunk a láb. De most bocsánat. De várjatok. Értem a szójátékokat, hogy nem külföldiekre bazírozunk, magyarokra? Hát bocsánat, magyarul írik a bájot, miközben amerikai dollármilliárdosok bámulják majd a lábamat. Vicces? Vicces? Hát de nem tudják, hogy ki vagy. Hát de ez a lábam a magáért beszél. Hát a lábat írjuk meg majd angolul is a bajot. Jó. Vaskos eurodollárokra mondjuk a nevet. Na, szóval most angolul írjam. A magyar piac nagyon kicsi, hát a magyarok nem fognak nagyon fizetni a lábért. The foot. This is the food. Ez jó, ez nagyon jó, ez nagyon eredeti, ez szerintem holnap már milliómosok vagyunk. The food. One food makes a big difference. Oké, okay, jó. Here, small country, big food. Igen, good smell, good smell. Great smell. Várjál, akkor csak így írjuk ilyen szavakat. Very sexy. Jó, akkor tényleg ilyen tájongolat. Very sexy food. Small country. Small country, nice food, good smell. Small country. Igen. Bigfoot? Good smell. Great smell. Great smell, nagyon jó. Okay. Great smell. Valamit németül is. És... Tényleg, és a német piac. Send basszor. Euros. Money, please. Jó, elég egy money. Figyelj, én az egyértelmű üzenetekben hiszek. Money, ez az. Money, please. Money, please. Money, please. Money, please. Just a little big money, big please. Big boy, nem, small boy, big trouble. Money, please. Ez jó. Money, okay. Please, send right now. Oké. Okay. Na, jó, megvagyunk ezzel. Hány jó. Fotót készítsek be közben? Location. Kérem szépen? Location Balatonszárszó. Ne, Budapest. Budapest. Sokkal jobb. Persze, azért érezzék, hogy egy világvárosnak a részesei ezen láb megbámulói. Nem website URL. Hát az még nincs. Radio1.com. De miért kell website-ot megadni? Nincs website-om a saját lábamra, az okay. Nincsen. Amazon wishlist, olyanunk van. Na, állítsuk össze. Az Amazonra lehet választani, mint amikor esküvőre mész, ilyen, tudod, ilyen dolgot, aminek örül az ifjú pár. Az ifjú pár ebben az esetben egy bal, meg egy jobb láb. És hogy akkor lehet mondjuk beadalkod a három jó gőzborotvát, és akkor jön egy nagy rajong, és azt mondja, hogy Bazsaria, tessék, vettem. És vesz neked egy ilyen. Jaj, megnézi a lábamat, de cserébe elküld valamit a kívánság listáról, tényleg? Hát akkor ő tudja lábzokni. Jó, ezt hagyjuk későbbre. Jó. Ez egy jó döntéseket kell hoznom. De el tudod indítani a profilt, enélkül is? Igen, képet kérek. Milyen kép? A stúdiós kép jó lesz? Legyen az akkor a profilkép. Jó, azért ne lőjünk el nagyon jókat, mert egyre mondom, három kép van. Hova küldjem? Upload file a Zsülcinek, és Zsülci tegye rá az asztalra. Egy olyan képem is van, amikor bemászol az ujjacskáiddal a lábujjaim közé. Az nem lehet. Mai napig erre szoktam ébredni, erre az érzésre. Amikor a lábujjaim a lábuj közé. A profilképeden nem lehet más, csak te. Nem vagyok rajta, de csak a lábad. De nem jó. Lehet az, hogy Eszter... Stúdiós lábkép rendben van? Oh. Portré jelleggel? Kicsit feszült rajta a lábad, de... Már vágja a dándöröket. Gyönyörű, picit eres. Jó, okay. Igen, nagyon. Itt még a Buffalo bakamcsontól van rajta egy pici seb, ami a Otti Bulin szerződött, jó. De nem baj. Akkor átírom biódat. Used legs. Jó, oké. Okay. De nem fognak fizetni úgy, az nem jó. Nem. I use it for pleasure. Hova küldjem? Neked? Zsülcinek felrakja ide nekem az asztalra. Jó, elküldtem asztalra a lábat. Ott van asztalon alá, be jó, tudod rakni. Jó, és akkor legyen a profil, hogy ugyanolyan, mint a Facebook profil, tehát kell egy borítókép is. Ne csináld, hogy ennyi kép kell, de az is lábos kép legyen. Hát szerintem. Hát muszáj. A kezekkel most összezavarnánk őket. De nincs több láb, egy láb. Nem, van még. Van. Nem, hát van még. Homokban lábad nincsen véletlenül? Hát homokban lábam olyan még nincsen. Hát akkor ezt légy szíves. De azt megcsinálom. Jó, de úgy, hogy mindenki itt lábad látszik, és a homok szűrődjön át a lábujjak között. Jó, így szórjam rá homokot egy kicsit? Nem, hanem inkább úgy tudod, hogy belenyomod, és akkor nyomódjon át, mint hogy legyen ilyen az egésznek egy ilyen ASMR képérzése. Ja, értem, hogy így átmegy a homok rajta. Aha. Kiülsz a terasz szélére, és lelógatod a semmibe a lábad. Jó, oké. Okay. Akkor csinálunk még egy pár lábfotót. Jó, életérzés. És akkor meg vagyunk. Jó, bocsánat.
Na várjál, de nekem is van egy fotó. Felrakadtam azt, amikor egy kolbász mellett pihentetre a lábadat, ha gondolod. Milyen kolbász mellett? Amikor... Valakinek a kolbász mellett. Kolbász... Neked ilyen képeid vannak azért lábamról, egy kolbász mellett. Igen, küldött egy hentes nekünk reggére kolbászokat, és van egy ilyen kép róla, hogy itt feltetából üsz a kolbászat. Tedd föl azt, igen. Pici mustárepi és kenyérmorzsa, nagyon szexi kép. Szerintem gyerekek, jövőre, holnapra milliómosok vagyunk. Jó, nekem nem kell kétszer mondani. Na, szóval ezt küldöm át Zsülcnek, ezt is tedd fel, létsz oda a helyre. Nehogy véletlenül a saját mappam volt. Jó, tedd föl azt is, akkor megvagyunk. Oké. Oké, igen, igen, igen. Na már, mi ez a hely, ahol most vagyunk? Hegyalja út, ugye? Akkor azt be kell raknod azt is, hogy hol vagyunk. Nem szűrök rá a fotókra, amiket készítettem. És hol dönti el, hogy fizete? Hogy megnézi a profilképemet, és aztán eldönti, hogy fizete? Hogy akar-e még további tartalmat a lábattól? És akkor elküldi akar, az 5 vagy 10 dollárt Revoluton. Így van. Tessék. Inkább azt állítsuk be, hogy mennyit tökéletes küldjenek. Én ezt élem. Tudom, hogy nem a legelőnyösebb, de hidd el nekem. Itt már van egy pici vádli, meg egy pici szőr azon a lábon, az nem baj. Ez vágj, már nem csak nem. Lábfej. A képet, vágjuk meg. Egy picit nem, a testemet nem. Vágd le. De miért? Így? Hát a fejem ne legyen benne. Ez egy háttérkép, nem fog látszani, csak a láb. Ja jó, meg csak a láb látszik. Jó, oké. Te látod, hogy mikor jön az első utalás? Igen, most nem tudom, hogy álljanak a lábujjat, hogy olyan is van, amit felfelé tartod, ilyen boldogan, vidáman, meg onnan, hogy így levadnak engedve, ilyen félárbócos lábujjat. Nem, enyhén leengedve, az jó. Az elefántosból is az hasz szerencsét, külvi? Tudod, aminek fölfelé áll az ormánya. De ez? Ne, a fölfelé. Nem, a másik az jobb. Ez önbizalommal teli, ez dúzadó, ez ilyen szép jövőképet sugároz. Még mindig erről a lábról beszélünk, mert igen, nekem így kicsit kezd összezavar. Már elmagadnak ezt is, hogy fel tud tenni, légy szíves, nem tudom. Azért, Dani, hogy azért egy sejtelmes félmak legyen rajta. A véletlenül odalógó félmak. Ilyen kell, hogy magas sarkú, vagy ilyen Zsül kell, hogy... Tehát ilyen kell, hogy magas sarkú vagy. Az a fizetős. Persze kell. Legyek magas sarkú. Hát hozok neked magas sarkút. Zsül, eltűnt a kép, hol, melyik, hova mentetted? De miért, várj, egy férfi lábat felizgat valakit az, ha magas sarkúban van, tényleg? Hát figyelj, hát engem most, nem, most de... ezt ki kell próbálnunk dolgokat. Ez nem arról szól, hogy nincs egy receptúra. Nincs egy recept, hogy mi az. Aha. Most a közönségedet keressük, azokat az embereket keressük, akiket érdekel a lábad különböző helyzetekben. Én például hozok neki egy 43-as magas sarkút, megnézzük, hogy abban hogy érzi magát a lábad, aztán az emberek hogy érzik magukat. Így. Jó, oké. Mennyit keresünk ebből? Adod a 2 milliót havonta? Én adom a 2 milliót. Igen? Tehát szeptember végére megvan a 2 millió, ha ez a profil összeáll. Igen. Ne csinálj. Abban az esetben, ha megfelelően töltött. Tehát ehhez azért tartalom kell, aha, mert a semmire nem fognak fizetni. Jó, oké, ma és holnap csinálok 50 darab különböző pozitúrás lábfotót, jó? Jó, de ez az oldal, ez most nem olyan egyszerű, hogy teszem, nézd csak, Zsűr, gyere már, szakértsél. Lyukazokni csak csinálj már. Jaj, ne, de hát arra kifizet lyukazokni. Nem, ne szor is nyak, ne szor is, tudod, és csak azon, hogy egyet-egyet tépjél, és dugjáltatod egy lábujjat. Tényleg? Hát nem, igen, de ilyet kell csinálni. Én úgy érzem, neked készül ez az oldal, kicsi. Kezdek arra gondolni, hogy igazából te leszel az egyetlen befizetők. Én csak az esztétika mellett köteleződtem el, és ez tökéletesen jó lesz. Tehát átdugom egy lyukas harisnyán az egyik ujjam. Igen, nem kezdek gondolkodnod, hozok én neked meg. Jó, akkor hozzá eszközöket. Jó. Hozzá magas sarkút, hozzá harisnyát, megcsinálj az összes női kellékes cuccot. Szerintem olyanokat kéne csinálnod például, hogy... Én ilyen nyaralósakat megcsinálom. Nyaralósakat, igen. Füves, homokos, vizes, tusolós, ezeket megcsinálom. Olyan, de a macska bundájába beletúrsz a lábujjaiddal, nem? Tudsz ilyet? Tudok. Hagyd kínzás. Hagyja a macska, abszolút, igen. De ezek tudja, hogy ezen múlik az alutosakos. De ezek szóval... videók kell, hogy legyenek, vagy ezek csak fotók? Ezek csak fotók. Csak fotók, igen. Jó. Csak hogy látsz, hogy a macska szőr átmegy a lábujjaid között. Jó, oké. Akkor olyat is lehet, hogy... hát nem is tudom, pörkölt szaftba mátogatod. Persze, tejben is kanalazok vele, persze. Tejben is kanalazok vele. Igen, mindenféleképpen. Figyelj, szóval, Eszter, hogy... ha ezzel keresünk 5 forintot is, én komolyan mondom. Akkor mi lesz? Na, mi lesz akkor? Bármit kérhetsz életed végéig. Oké. Húha, apjú, vigyázz vele. Jöhet az utalás, mondtam, hogy félre kell tenni ezt a pénzt. Küldj egy bitcointot. Na, figyelj, ez jó. Nem létezik, hogy ezzel ma Magyarországon pénzt lehet keresni, hogy a lábadat fotózod. Ilyen nincs szerintem. Na, akkor mondom neked, hogy írt egy hallgató, hogy a múltkori adást hallgatva ő beregisztrált egy lábas oldalra. 3 nap alatt 130 ezer fontot keresett. Köz. Eszter! Basz. Hogy mondod? Lícia. Elnézést. Nem, igazából kidobta a Windows 95, ilyenkor mindig elereszt egy szitokszót. De tényleg ezt nem tudom. Hagyjátok a pénzünket ott, ahol van. Nem, most ne kezdjetek el lábas fotókat csinálni, nem lenyújjátok az ötletünket, a rohadt életedet tényleg. Először is nekünk kell a pénzetek is, utána kell majd a ti lábatok is. De igen, de komolyan mondom. Hihetetlen, hogy mi adunk egy ötletet, mi tökölünk, nem csináljuk, meg erre már 130 ezeret keres. Csak lábbal, csak lábfotóval. Igen. Mennyi idő alatt írtad? 3 nap. 3 nap alatt keresett 130 ezer forintot? Igen.
Eszed, gyújtsd be a rakétákat. Gyújtom. Azonnal kezdem megcsinálni ezt az oldalt. Nem hiszem el. Nekem közben rám írt valaki Instán, hogy évek óta foglalkozik ilyen lábfotókkal, uh-huh. és hogy mindent tud, és nagyon szívesen segít, és na, elmondja, hogy hol van. Mentorod. Nem mertem még rá visszaírni. Visszaírjak? Igen, hogy, igen. Hogy a praktikákat küldj el. Vagy az illető vegye fel velem a kapcsolatot, mert úgy látszik, hogy neked teljesen feleslegesen írnak emberek okos dolgokat. Nagyon jókat írt, az évek óta ebből él, és hallja a műsort, és ő nagyon szívesen ellát bennünket jó tanácsokkal, hogy hogy lehet ezzel jól elindulni. Jó, akkor ma ezt is megcsinálom. Jó. Ráírok gyorsan, hogy küldjön egy-két praktikát, hogy mire figyeljünk. Jó? Hozol akkor kellékeket? Igen. Magas sarkú, harisnya. Bevilágítjuk majd. Titok zokni. Akkor minden, minden ilyen női dolgot hozzá. Sminkesem kell. Egy olyan tenni zokni, ami kicsit tudod is szakadt, de szép tiszta, de szakadt. Jó. Hozd el valamelyik zoknidat. Jó. Oké. Na, regisztrálj akkor, mert lenyúlták az ötletünket. Igen, csinálom, de valami, gyere fotót kell. Gyere, Zsű. Rám, gyere. Jövünk mindjárt fél kilenc van. Mindjárt jövünk a hírek után. Csörgött már a kassa? Nagyon rajtadok. Most találtam egy új kifejezést, amit nem figyeltünk, úgyhogy beleírom még a leírásba, hogy fut is lilő boy. Nagyon jó. Egyszer már csinálja a profil. Gyerekek, megyünk stábbulira ebből. Óriási lesz. Maldív-szigeteken fogunk kikötni. Nagyon jókat írnak amúgy a hallgatók azzal kapcsolatban, hogy hová fejlődhet ez a helyzet. Igen. Abszolút, nagyon jókat írnak, hogy Balid egy gazdag külföldi fogja eszkortrandira vinni. Ahol mezitláb kell majd megjelennem. És ő csak a lábamra kíváncsi. Nagyon kíváncsi vagyok erre. Eszter, tényleg. Én is nagyon kíváncsi vagyok rá, de már tudom, hogy ha nem jövök be egyszer dolgozni, azt jelenti, hogy már... Elköltötted a revolutos pénzünket. Megjött az utalás. Na, de gondolj, kinél landol a lóvé, bocsános, ki ez a revolut számla? Nem tudom, ezt most mindjárt kinyomozzuk, a Lacit fel kell hírni, csak most már inkubátorban van. Szóval, hogy a lényeg, hogy azt kéne még kitalálni, hogy például lehetne tőled kérni dolgokat. Tőlem? De, igen. A lábattól pontosabban. De csak a lábamtól. Azt írd be, hogy lehet. Jó. Tehát ha ő akar kérni, akkor kérhet valamit, amit én megcsinálok a lábammal. De nincs felsőtest, nincs arc, nincs semmi. Csak jó. Láb. No láb. Face. Csak láb. No face. Nobody. Nobody. No only popsi. Treasure for pleasure. Igen, only feet. No, nobody, no only popsi. Semmi gyerekek. Foot is little boy, only feet. Jó, és akkor a kívánságlistát meg összetesszük augusztus 20-a után. Hogy mi mit kérünk, minek örülünk az Amazonról, amit elküld akkor, és akkor, mert ne írjunk, mert akkor azt fogják küldeni, mi pénzt kérjünk. Egyértelműen csak pénz. Jó. Only cash, kész. I make your wishes come true. Igen, szörös bilincs a bokára, úgyis egy kép. Jó, gyerek. Dollár, lej, euro. Oké, ne felejtsd el jövő hétre behozni akkor az oknikat, magas sarkukat, harisnyákat, mindenőt, amit így gyorsan meg tudunk fotózni. Jó? PM for special request. Nagyon kíváncsi vagyok. Erre most tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Ugye? Nagyon. Elindulunk. Jó, mondom, aki esetleg már most szeretne lábképeket kérni, Balázstól. Otti, ezek Otti lábak, vagy Balázs lábak? Balázs, Bazsaria, Bazsaria lábai, igen. Bazsaria, akkor ő fönn van az OnlyFans. Igen. Az Otti az a gyermeki énem. A Bazsaria az a kemény felnőtt munkás énem, aki dolgozik. Igen, igen. Szóval igen, hogy nyugodtan küldjetek üzeneteket, és akkor mi ez a kiabálás? Fölmondott, elmegy. Ja, jó. Zsülesz már nem bírja. De akkor ez OnlyFans-en van, és Bazsaria húgy találtok meg. Ez az? Úgy van, hogy Bazsaria fut. Bazsaria fut, így találtok meg. Jó, oké. Igen. Jó, nagyon jó. Jézusom. Jó, így lehet. A kaja legyen, így lehet húzogálni a képet. Jó. Én nagyon szeretem ezt, hogy te ilyen rákes vagy ebben. Én nagyon rákes vagy. Bármi, amivel szürkeségből kirángat minket, ami ez. Én mindenben benne vagyok. Nekem nem kell itt izé. Oké, gyönyörű. Csinál csak, Zsülcivel, addig elmondom, mert van egy telefonos interjúnk, hogy kit hívunk mindjárt. Ezek után felhívunk valakit. Ezek után még felmerünk valaki. Ezek után felveszi valaki a telefont. Szükség van, de csak dolgozni, nem kell megszólalnod. Csinál csak az oldalt, most ezzel legyél elfoglalva. Nyugodtan küldjetek üzeneteket. Ha nem értek el minket az OnlyFans-on, akkor nyugodtan Instagramon is küldjetek. Küldjetek üzeneteket, jó? Na szóval az, hogy kiakadt a mentőszolgált, képzeljétek el, kicsit ilyen közszolgáltatóbb a dolog, mert hogy a napok óta olyan bejelentések érkeznek a mentőszolgálathoz, mely szerint többen is erőszakos cselekmény miatt sérültek meg súlyosan, de hogy szivatják a mentőszolgálatot, képzeljétek el, ez az új őrület, hogy elkezdtek nem csak a 112-re, hanem a mentőszolgálathoz is befutni ilyen fékhívások. Ugye, ami arról szól, hogy megpróbálják őket kihívni valahova, vagy megtréfálni, vagy megrendelni a mentőautót. De olyan helyszínekre, ahol nincs, valójában baj. Igen. Na most ez ugye az azért nem vizés, mert eleve nagyon kevés mentőautó van, meg kevés sofőr, meg eleve így is nagyon túlterheltek. De itt még azzal megy el a diszpécserek hosszú, nem tudom, nem percei.
Még nem is csak a diszpécser, hanem itt ugye konkrétan a mentőautó megy ki. Tehát, hogy ő addig, amíg egy kamuhívásra ők kimennek, addig más meg meghal. Szerinted kimegy, vagy megáll a diszpécsernél, és rájön a diszpécser, hogy kamu? Ezt nem tudom. Elindítja a mentőautót? Hát szerintem igen. Ha te elég kétségbe esett hangon hívott föl a mentőszolgálatot. Ne csináld, elmegy a mentőautó. Hát persze, Atya Isten. Hogy itt állok a, nem tudom, 12. kerület Kossuth utcába, és látok egy embert a földön fekve, leszakadt karral. Hát persze, hogy elindul. Hát persze. Ott mit, hogy küldjön be egy fényképet, uram, vagy mit kér? A mentőszolgálata semmit. Semmit, megpróbálja leigazolni és elindítja. Ja. Igen. De azt gondolom, hogy a humor is megáll azért így valahol. Oké, 112-t fölhívják egy-ketten fékhívás miatt, nem tudom, nyilván ezt a diszpécserek azért így levágják, meg nem ítélnek semmit, de hogy koncentrál a mentőszolgálatot. Várj, hogy hívod fel a mentőszolgálatot? Ez fura. Hát nem a 112-t hívod, és azon szerintem keresztül... Még a izé, nem a 104. 104, nem a 112, és onnan irányítanak át a mentők közt. Tudod közvetlenül a mentőszolgálatot hívni? Nyilván megkérdezzük a Györfit egyébként. De csak olyan bejelentés érkezik a mentők közt, ami ugye nem igaz, ezt mondják. A 112-ssel, emlékeztek, amiket mi is leadtunk, ott megállta a diszpécsernél, mert a diszpécser az le tudta venni azt, hogy fönnakadt a papucsom az újságos budé tetején, hogy az nyilván azt humorosnak szánják. De ha ott te komolyan előadod, hogy baj van, akkor átkapcsolnak a mentőkhöz. És valószínűleg így fut be a mentőkhöz akkor a hívás. Szerintem, de majd Györfi elmondja. Igen, ezeknek a nagy büntetésnek az lenne egyébként, hogy neki van egyszer szüksége mentőre, és nem ér oda. Az, tudod? Igen, tehát, hogy ez valahol itt kívánod, ez így jöjjön vissza, igen. Na, mi megkérdezzük a Palit, itt van velünk. Hello, Pali, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello, a micsoda lendület, hello, a micsoda vitalitás. Hello, jó reggel. Csak nem futás után vagy. Korán kezdődik nálunk a nap, tudod, igen. Már azért sok minden történik. Figyelj, azt mondja a cikk, hogy a mentőszolgálathoz fut be a hívás, de mi azon lamentáltunk itt egy kicsit, hogy a 112-ön keresztül jut el a mentőköz, vagy közvetlenül hívják a mentőszolgálatot valahogy, hogy szórakozzanak veletek. Most már rendszerint a 112-ön keresztül fut be a hívás, és ez egyébként jó hatással volt a vaklármák arányára, mert korábban valahogy úgy nézett ki a dolog, hogy egy évben körülbelül 2 millió hívás érkezett a mentőszolgálathoz, és ebből volt olyan körülbelül 1 100 000 esetünk, tehát a különbség az nyilván abból származik, hogy vannak balesetek, amik sokan bejelentenek, sok hívás érkezik, de azért rengeteg olyan hívás is volt, és hát van ma is azért, ami indokolatlan vagy nem a mentőkre tartozik. Ennek egy nagy részét most már kiszűri a 112-es rendszer. Most úgy néz ki az arány körülbelül, hogy 1,5 millió beérkező hívás jön a mentőkhöz, tehát ami már hozzánk eljut, és abból aztán 1 200 000 körül van a valódi esetek száma. Hát de az azért még mindig 300 000, az még mindig nem kevés. Hát bizony, és hát ezek között ugye vannak olyanok, ahol a szakember beszél a segélyhívóval, kiderül, hogy azért ez nem mentőügy, hanem mondjuk a házi orvosra tartozik, tehát tanácsadással végződik a beszélgetés. Ahogy említettem nektek, van egy csomó olyan eset, amikor egy esethez többen is bejelentést tesznek, tehát több hívás is befut, és hát vannak ezek a klasszikus vaklármák, amikről most is beszéltünk, amit egyszerűen nehéz kivédeni, vagy szinte lehetetlen, mert olyan színészi képességei vannak annak, aki valamilyen okból megtréfálja, vagy átveri a mentőket, hogy az már gyakorlatilag színpadra méltó. Én is dolgoztam mentésirányítóként, fogadtam segélyhívásokat sok-sok éven keresztül, és hát bizony velem is előfordult, hogy az utolsó pillanatban derült csak ki egy hiteles előadás végén, hogy ez mégsem igaz történet, vagy még akkor sem derült ki, kiküldtük a mentőautót, és nem találtak aztán senkit. Mit mondanak ilyenkor, hogy itt azt olvasom egészen durvákat, tehát az egyik bejelentő elmondása szerint egy középkorú nő torkát vágt el az élettársa, a másik bejelentés szerint meg egy telefonfülkéből indították, falhoz kötözött nőt bántalmazott két férfi az utcán. Ezek azért elég durvákat mondanak akkor. Durvák, és hát tényleg józan észre, ki az a hülye, aki ilyet kitalál, meg egyáltalán ugye miért éri meg neki ez a produkció, vagy ez a mutatvány, és hát azért tudjuk, hogy sokfélék vagyunk. Tehát vannak olyanok, akik egyszerűen az erkéről élvezik nézni, ahogy érkeznek a szirénázó autók, és gyönyörködnek ebben. Ilyen is előfordult már. De van olyan is, aki ki akar tolni valakivel, és mondjuk ráhívja a mentőt idézőjelben, mondjuk éjjel kettőkor, hogy ébreszték föl a szomszédját, vagy a haragosát, és ezért talál ki egy történetet. Nekem volt olyan, hogy háromszor mentünk vissza ugyanarra a címre, annyira hitelesen adta elő a bejelentő, hogy szülés zajlik,
annak a fázisait kiválóan ismerte, hogy már körülbelül hol kéne tartani, és hogy ez szörnyű, hogy nem találja a mentő, és azonnal jöjjenek. Háromszor visszamentünk ugyanarra a címre, háromszor keltettük fel azt a szerencsétlent, aki ott lakott, és köze nem volt szülőnőhöz, meg nem is lakott ott a házban, még gyanús ember sem. Úgyhogy előfordulnak ilyenek. Ti láttok telefonszámot, vagy a 112, vagy akár ki? Tehát, hogy itt kérdez egy hallgató, hogy mi az akadály ennek, hogy ilyenkor büntető a eljárás alá vegyék a hívót. Tehát valamit ki kell, hogy jelezzen. Ezek utcai fülkék általában? Ugye ennek az aránya azért csökken, és így kicsit visszaszorul ez a műfaj, mert ugye régen ez egyértelműen a fülkéből indított hívásoknál volt nehéz visszakövetni, mert ott tényleg, mire odaértünk, már nem volt ott senki a fülkében, lehet, hogy 30 méterre állt, de azt nem volt bizonyítható, hogy ő volt az. Most már rendszerint mobiltelefonról érkeznek a hívások, ott akkor is látjuk, vagy látja a 112-es rendszer a telefonszámot, ez egy automatikusan generálódó adat, hogyha az illető mondjuk ugye ezt a... Letiltja a magánszámra hív. De jó, azt látják automatikusan? Igen, látják automatikusan, és hát valóban van egy fenyegetettség, azért ezt tegyük hozzá, hogy aki ilyet csinál, hát az szabálysértésnek minősül. A szabálysértés első hallásra egy könnyű műfaj, de valójában azért amellett, hogyha jól tudom, akár 200 000 forintos pénzbírság is lehet, elzárás is fenyegeti azt, aki ilyennel próbálkozik. De hát azért a legnagyobb visszatartó erő mégiscsak az legyen, amiről ti is beszéltetek, hogy ez azért nem jó tréfa, mert egyrészt, amikor megy szirénázva a mentőautó, hát azt mindannyian tudjuk, hogy az egy elég veszélyes műfaj. Tehát, hogy miatta fékez le valaki, történik egy baleset a forgalomban, ez már egy nagyon komoly veszély. És akkor nem beszélünk arról, hogy akkor mondjuk fél órára ez a mentőegység kiesik a forgalomból, lehet, hogy máshol nagyobb szükség lenne rá. Úgyhogy szerintem vannak jobb tréfák is a világon. Meg gondolom, a rendőrségnek meg nincs infrastruktúrája, meg emberállománya mindenkit visszakeresni, meg kimenni, meg telefonszámot, meg címet lekérni, tehát ez nagyon macera. Nézd, ezeknek a SIM-kártyáknak a bonyolultságában én elveszek, nem tudom, hogy ez hogyan működik, hogy hogyan lehet személyhez kötni, és hogyha lehet, akkor milyen bizonyítási eljárás vezet el végül a felhasználóig. Nem reménytelen, vannak ilyen jogesetek, ahol ez valóban, hogy mondjam, végigment az eljárás. És volt olyan is, hogy például egy srác úgy akart kedveskedni a barátnőjének, hogy kihívta a mentő helikoptert, hogy az illetőt megcsípte a garázs, és már nagyon rosszul van, ez egy erdős területen volt. Nem ő, tehát ő nem azt mondta, hogy, tehát hogy mondjam, nem a bejelentő dönti el, hogy milyen mentő egység érkezzen a helyszínre, de egyértelmű volt, hogy erre a területre helikoptert kell küldeni, mert másképp nehéz lenne megközelíteni. Oda ment a mentő helikopter, és kiderült, hogy ez is egy tréfa volt, és ez egy drága tréfa, mert ugye egy mentőautó riasztásának is van költsége, de egy mentő helikopter megemelésének és annak a repülésének azért egy horribilis költsége van. Én úgy tudom, hogy ott végig is ment az eljárás, és ez bizony milliós nagyságrendű kár. Van ilyenkor ilyen berakott, ilyen protokollszerű kérdésetek, amiből ti kiszűritek a fékhívásokat, ilyen trükkös kérdések, amivel próbáljátok szűkíteni, hogy igaz lehet-e, ha valami gyanús? Hát nézd, protokollunk van most már gyakorlatilag mindenre, de itt azért mégiscsak egy ilyen hatodik érzék szokott segíteni, de ugyanakkor meg veszélyes is, mert tudod, fordítva sem szabad tévedni, sőt az a legnagyobb veszély, hogy mondjuk valamit nem veszünk komolyan, pedig valóban előfordult. Hát klasszikus eset még valamikor a 1970-es évekből, amikor jött a bejelentés a Markó utcába, hogy egy teve leharapta a fejét egy embernek ott a nyugati pályaudvarnál, ami hát első hallásra meglehetősen meredek bejelentés volt. Ezt nem is nagyon hitték el, de aztán amikor már második, harmadik hívás jött, akkor már kétszernek voltak elvinni, és kiderült, hogy aztán valóban oda érkezett egy cirkuszvonat, és ott a Ferdinánd híd felől történt egy ilyen szörnyű baleset. Úgyhogy azért mondom, hogy inkább, ugye az az alapszabály, hogy inkább a beteg javára tévedjünk, de hát ahogy láttuk azért a végén, hogyha fölöslegesen megy ki a mentő, akkor egy valódi beteg láthatja a kárát. De azért ez nem is tudtam, hogy a telefonszám az automatikusan kijelződik. Ezt azért jó, ha tudják azok, akik telefonálnak, hogy hiába tiltja le a számot, a rendszer látja, hogy ki az, aki megcsinál. Igen. Így van. Így van. De hogy azért te visszahozott kicsit a régi időket, és jött egy ilyen SMS, basszus, a kopasz mentős hangjától automatikusan elmentem kezet mosni. És haza. Látod, Pani, látod, azonnal otthon marad mindenki 10 órakor, és elmentek kezet mosni az emberek. Hát milyen látod, idők voltak azok? Még az is eszembe jutott, amikor még hiatal mentősként ültem ott bent a központban, és jött a bejelentés, ráadásul egy nő volt, hogy gyorsan, gyorsan jöjjenek a gyerek! Úristen, tudod, mi történt? Beszorult a gyerek feje, beszorult, és tudod, amikor már írtuk volna a címet, ha írtam volna a címet, akkor a végén jöttek ki, hogy kérdeztem, hogy hova szorult be a gyerek feje, és mondta, hogy a két füle közé.
Ne, de hát tudod, ne. Már olyan szinten voltam, tudod, meg már ott a kezemben a remegős tollal, akkor még ugye nem digitális felületre írtunk, hanem papírra. Hát szóval szörnyű, nehéz volt utána megnyugodni, visszajönni. És hát, mi baj az embereknek a múlt? Igen, ez a kislagás cseréje nagyobbra jellegű poén, tehát ezt azért nem gondolod, hogy a mentőkkel is megcsinálják, igen. De ezek ostoba emberek amúgy? Valószínűleg igen. És ott áll két ilyen gatyába vetközött ilyen full ostoba, ilyen fél lény, vagy kik ezek? Nem tudom, de mindesetre azért talán lehet érezni, hogy nem új keletű a probléma, mert ezek a történetek, amiket én most elmeséltem nektek, ezek kb. 40 vagy 50 éves történetek. Azóta persze romolhatott a helyzet, mert tudod, egyre nagyobbakat kell mondani a mai világban, hogy hatása legyen, tehát már az inger küszöb magasabban van, tehát egy fake news is attól fut nagyot mondjuk a közösségi médiában, hogyha ha tényleg tömeg katasztrófával fenyeget, tehát most már ilyen lájtos történetek, azok már kevésnek bizonyulhatnak. Hát akkor gyerekek, óvatosan, tényleg senki ne csinálja. Pali, nagyon köszi, hogy elmondtad ezeket nekünk, jó munkát nektek, vagy kevés köszönöm, munkát, inkább nem tudom, mit mondjak. Vigyázz magadra, köszi, és kezdet mosunk. És maradjunk otthon. Igen, köszi, Pali, jó munkát, csáó. Szevasz. Köszönjük Györfi Pálnak. Ez jó SMS. Jó van, térjünk vissza a komoly dolgokra, köszönöm szépen. Igen. Szóval itt vagyok az OnlyFans oldalon. Hol akadtál el, nagyon csöndben voltál, valami nem stimmel. Nagyon ideges vagyok. Adjatok egy bankkártyát. Feri? Miért adnék én neked bankkártyát? Maximum lehúznak róla egy kis pénzt, valamit. Fotó kell, vagy csak a száma? Ki kell tölteni az adatokat. De miért nem? De nem jó a Revolut? Jó a Revolut. De a Revolut is jó. A Revolutom is jó? Igen. Miért eszel kézzel tojás? A lábaddal legyed. Hát ezért fizetnek. A tojás evő láb. Belenyúltam a tába kézzel. Én ostoba. Hát ez már régen lábbal kellett volna lenni. Jó, mindjárt megadom a Revolutot. Jó. Mert akkor nem látnak minket addig az emberek. Hol vannak az feliratkozóink? Hol a sok pénzünk? Te ígértél szeptember végére 2 milliót. Így van. Na, gyerünk. Ha az 1 millió 5-ben megáll, nagyon dühös leszek. Akkor kiegészítem 500-an. Akkor 500-at mellé raksz. Én mellé teszem az 500-at. És utána pedig az én lábaimat láthatjátok majd. Visszakeresem az 500-at. Extra durva tartalmakkal. Igen. Jó, megadom a Revolutot akkor. Köszönöm, jó, és akkor meg bejelentjük mindig, mennyi jött meg. Na, jövünk mindjárt. 5 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Itten vagyunk, jó reggelt, 9 óra után 9 perccel, Budapest elesett, Rómairól Csepel, másfél óra, gyerekek. Jézus, hát ugye mind a két rakpart lezárva, pesti, budai, hidak közül már szerintem egy párat megint bedarált az augusztus 20-a, úgyhogy ez most ez lesz. Atya ég. Adminisztrációs problémáink vannak. Igen, közben az OnlyFans-et nagyon nyomjuk, de elakadtunk, de zajlik a dolog, zajlik a dolog. Zsűl, neked most mi kell? Útlevél? Útlevélfotó? Kell egy útlevélfotó. Megvan, gyerekek, minden van itt, meg lesz az útlevélfotó. Nem lehet csak úgy, hogy csinálsz egy ilyet, azonosítás van. Azonosítás, átvilágítás, hát minden lesz. A végig ki fognak menni nagy izmos férfiak, Balázshoz, és megnézik, hogy a saját lábáról tölte fel képeket. Lefotózzák is. Ha ők nem, akkor majd én. Oké, megvan az útlevél, küldtem akkor a Gyulának. Gyula? Jó, ott van a fotód. Gyulának rosszul esett, hogy Gyulának hívtad. De tényleges méretben elküldtem neked. Jó, elmondom, hogy mik a böngészési előzményeim. Mondom, sorolom. OnlyFans, hogyan? Kertyer. Kompressziózok. Kompressziós térzokni. Miért történik ez velem? Kifejezetten jók a keresési előzmények. Hát figyelj, minden reggel történik egy csomó minden, úgyhogy arra meg rá kell keresned. Közben kerti bútort vásárolunk egymástól, közben Eszter most rákapott a gőzborotvára, úgyhogy már jövő héten már az a sulickolja a teraszát. Veszek gőzborotvára, azzal fogom már a bikini valamat készíteni jövő héten. Ad leviszi. Ugyanott az gyors és hatékony. Igen. Lemaradt a Feri kakiszorjának kiderítéséről, írja gyerekek, Erika. Várnotok kell. Nincs, nem vagyunk forró nyomon. A rendszergazdánk nem állt a helyzet magaslatán, de leszedjük a felvételeket, ahogy megvan, jövök, hozom. Nem tudjuk egyelőre. Nem tudjuk. Ez több mindjárt úgy, hogy pont egy ilyen holttér történik. Tehát aki tudja, hogy hol a holttér, az a rendszergazda. És aki kakil a holttérbe? Barnának szerintem annyi csúfolás van már szegénynek így a történelmében, hogy úgy döntött, hogy akkor visszavág. Én szeretem a Barnát, azt hiszem ő is engem. Hát lehet, hogy ő nem így jelent. Ja, hogy nem így jelent. Az én szeretem a Barnát, ennek csinálunk egy OnlyFans, egy külön OnlyFans oldalt, az egy kicsit hardcore-abb tartalom lesz, mint az én lábaldalam. Az én szeretem a Barnát jelige, az egy kicsit durvább OnlyFans. Basszus, én meg a slaggal szétcsapattam, pedig meg lett volna a profilkép. A gőzbolot, ha meg kellett majd jelenned, akkor kellett. Azt tudjátok, hogy van egy ilyen oldal. Hogy én szeretem a Barnát. Nem, ahol föltöltetett, hogy mit kakiltál, és a többiek lepontozzák.
Nem voltatok még ezen az oldalon. Hát nem is, valószínűleg nem is leszek, de... Nem jártatok még itt ezen. Húzom a... meg a határt, Balázs. Itt húzom. Mit csinál? Te mit csinálsz azon az oldalon, Balázs? Pontoztatom magam. De te már egy ilyen gyémánt szintű zsűri vagy? Heti győztes vagyok, zsűri is vagyok egyszerre, és heti havi győztes. Ne, arról szól az oldal, hogy le tudod fotózni, és felrakod, és a többiek elmondják a véleményüket, és utána bepontozzák, hogy 1-től 10-ig tart a pontozás. Nem láttátok ezt az oldalt? Látod, nem tudtok látod, erről? Ez, hát ez valahogy nem. Értelek benneteket. A férfiaktól elvették a szülés örömét, és azt mondták, hogy akkor mindegy, csak jöjjön ki belőlem valami, és örüljenek neki a többiek. Vadidegen emberek pontoznak, részrehajlás kizárt, mert nem ismered őket, és teljesen objektív módon lepontozzák, hogy mi a helyzet. Csak mondom, hogy az internet azért számos olyan bugyraiba is benézhetnétek, ami tartalmaz azért komfortzónán kívüli dolgokat, de nem használjátok jó dolgokra, csak én óbis keresés, meg gőzborotva. Én nagyon jó dolgokat találtam már az interneten, amiket nem mondtam, hogy nem szeretnék ott találkozni veled. Nem értek igazán. Én annyira tudom, mit fog csinálni? Azt, hogy most már megvan nekem Balázs útlevele. Ezzel utazott körbe a világot. Nagy, hogy megvan az útlevele, megvan a Revolut kártya, megvan a címem, megvan az útlevelem, tehát megvan minden valójában. Szóval arra gondoltam. Vegyél már föl valami nagyobb hitelt. Nem is tudom, hogy hitelre van szükségünk, vagy pedig egy flashmobra. Nem amit, tudom, amit mit a Balatonszázó ingatlanon fog történni. És apró termetű tájfiúk által fogunk létrehozódni. Na, ez mondj valami rosszat. Még örülne is. Mondj valami rosszat, igen. Nem, apró nem, termetű tájfiúk, nincs ezzel semmi bajom. Én csak örömet okozni jöttem ebbe a műsorba, és ezt is teszem. Na gyerekek, hogy álltok a fagylalta? Szoktad, ja, mert egy időjárás, Ferenc, mondj valamit biztatott az időjárás. Fagyizós. Köszönjük szépen. Meleg. Az időjárás támogatta a klímákat is forgalmazó Szatmári épületgépészeti és fürdőszoba szakáruházlánc. Hőtársa hőségben. Egy tatabányai cukrászda megtrollkodta a fagylalt készítést, és azt mondta, hogy ha fagyizni akartok, akkor vesszetek. És hát ugye milyen fagyi? Marakuja, meg vanília, meg mangó, meg csoki, meg csokis banán. Hát okay. ezek a közhelyszerűen fagyik vannak. Ugye ehhez vagy hozzászokva, néhányan még kísérleteznek egy-két dologgal, de ők most nagyon jól csináltak. Hát most, ami megy, ugye a fagylaltos emberünk mondta, az a kovászos uborka. Kovászos uborka, mert ők is, meg tejfölfagyi, meg van, igen, vannak ilyen jók. De ők nagyon jól csináltak, mert kitalálták a fasírt, a parizer és a csilisbab fagylaltot, amit úgy kell elképzelni, hogy a parizer fagylalt tetejére rádobtak 8 szelet parizert, a fasírt fagylaltba beraktak 2 darab fasírtot, a csilisbabnak a tetején meg ott van a csilisbab. Nem tudom, hogy megkóstolnám-e, de a fotó alapján tetszik, hogy a parizer fagyin, mindjárt berakja zsűr, ott vannak a parizer darabok. Milyen íze van a parizer fagylaltnak? Hát pari, hát a csoki fagyinak hideg csoki zsíriző. Hideg zsíriző a parizer, a parizer fagylalt. A fasírt fagylalt, megcsináltak pörkölt, nokedi, krumplipüri, uborka. Ezeket is megcsináltak, és megcsináltak a csilisbab és a parizer fagylaltot. Felhívnám a figyelmet ezzel a parizer fagyira középen. Milyen vastagon szeletelték a parizert, ezt nem zsornálták. Vastagon szeletelt parizer darabok vannak. És tudod, mi a jó? Az ilyen díszített fagylaltokban ugye mindenkinek az a titkos vágya, hogy amikor a kanállal nyúlnak be neked a te gombócodért, akkor véletlenül még a díszítésből is ugye mi általában gusztusos dolog, abban is egy darab úgy kerüljön a te gombócodba bele. Ebben az esetben valószínűleg nem történik meg. Ez nem történik meg, de én nagyon szeretem őket. De a csilisbaba az konkrétan olyan, mintha megbüntette volna valaki azt a fagylaltot előző este. Van sajtos taléros. Igen, van sajtos taléros, van lecsó fagylalt. Lecsó. Tehát ők megcsinálják a lecsót valószínűleg, és lefagyasztják, valahogy kenhetővé teszik, és utána neked odaadják a lecsót. De egyébként nekem ezt tudod, miért tetszik? Mert annyira elborult, ilyen erőltetett fagyik vannak már, hogy ez egy tök jó megtrollkodás ennek a borzadványnak, amit már ilyen fagyizás néven akarunk eladni sokszor, nem? De mert már nem tudsz újat kitalálni. Van így, sokival nem tudsz nagyot rohantani. De nem is azt mondom, már minden évben megpróbálok valamilyen nagyon menőt, nagyon trendit, nagyon jót kitalálni a cukrászdák, ami már itt tényleg ez a nagyon túl hype-olt ilyen őrület, és ugye, ezzel szemben mögök az azt, hogy nálunk parizer fagyi. Én a levegőbe fagylaltnál húztam volna meg a határt. Én ott húztam meg, a nagymama ízű fagylalt, az volt a vége mindennek. Én szerintem a levendulából semmit nem szabadna csinálni, Eszter. Semmit nem. Köszönöm, Balázs. Az egy teljes illatra, tévedés. Ízre, mindenre tévedés, maximum illóolaj a fürdőkádba, erre tudom elképzelni. A levendula teljes tévedés. Mi szólnak az embereknek, hogy ezt hagyják abba? Nem, de nincs, a levendula vonaton nincsen fék. Ez hasonlít egy másik vonathoz. Ha az a levendula vonat, a szappan, a tusfürdő, a fagydalt, a gin, a limonádé, a tonik, a minden levendulás. Nem tudok ennyi levendulát hova tenni. Ezért de volt már olyan, hogy otthon feküdtél egy 36 fokos hőségben a műbör kanapédon, és ránézte az asszony, és azt mondta, Kati, vedd elő a levendula fagylat. Ugye, nagyon szeretnék. Fél kilót. Hogy ez soha nem fog megtenni. Igen, de milyen íze lehet a nokedli fagylat? Hát valószínűleg pont ez a Jedi benne, hogy nokedli íz. De a nokedli fagylat nem lehet. A hideg nokedli az oké. Tarhonyával. De akkor a nokedli fagyit megcsinálják nokedli ízűvé. Igen.
Hát nem, miért vanília fagyi ízű? Nem tudom elképzelni. Nézem, szerintem ez azt hozza. Képet. Lecsó egy kis kolbásszal, az lecsó. Az lecsós kolbász. De annak van egy intenzív íze, a nokedlinek önmagában. De önmagában nem ad. Pörköltös nokedlit. Ja, hogy pörkölt... És annak már van íze. Megőrülsz pörköltös nokedlit. Ki akarom próbálni ezt a tatabán, mert egyszer arra lesz dolgom, bemegyek hozzá. Tudod, mi a furcsabban? Hogy nézem ezt a képet a csirisba, parizer és fasírfagyiról, és már most van egy gombóc a torkomban. Igen. Míg a fasírtnál a kettő darab berakott igazi fasírtot nagyon szeret. De nem mondta, hogy nem volt, vagy nem kóstolod meg. Hát simán megkóstolnám. De nincs valami összehúz egy kicsit így a nyomonyák a hátjádat? Nem érzed azt? A parizer nagyon undorító a fagyin. Eleve magában a parizer szerintem az egy borzasztó bűncselekmény az emberiség ellen. De hát olyannak is néz ki az állaga a fagylaltnak, mint hogyha gesztenye püré lenne. Csak ugye parizer színű. Tehát ugye ez már az állaga is hibázik, az a probléma. Igen, de nem lehet, hogy valaki egyébként sima éttermet üzemeltet ebben a tatabányi fagyizóban, ami megcsinálja abból, ami megmarad abból fagylaltot csinál. Tehát van az egésznek egy ilyen maradék jellege. Megmaradt a vasárnapi ebéd, nem? Vagy a menüből megmaradt egy kis fasírozat. Holnap fagyi lesz belőle. Aranyom, holnap csinálja belőle parizer fagyit. Ilyenkor rendesen lefőzi a ízét, a kaját? És aztán abból csinálja. Valószínűleg van rántottás fagyjuk, figyeld, megörülsz, túrós tészta fagyi, rántotta fagyi, nokedli fagyi, lecsó fagyi. Végig enném. Kérjünk be ebből a tatabányai cukrászából. Küldjenek nekünk, megkóstoljuk. Ez nagyon kíváncsi. Nem, több összámot ezt engedjük el. Majd Balázs meg fogja kóstolni. Nem mondd, hogyha itt lenne egy adag nokedli fagylalt, nem kóstolnád meg. A parizer fagyi csak is kizárólag a mellkasodról vagyok hajlandó megenni, hogy megvegyél teljes parizer élmény. De a lábáról, a lábfejéről. A lábam nokedli fagyit akar enni, hogy menjen föl a... És azt látod magad, hogy a lábujja, de így tudod, így dzsumázod az ilyen mikrózott parizert. Júj, nagyon szeretem. Langyos mikrózott parizert, hogy így a lábadat dolgozott szét. Igen. Tócsni fagyit is csináltak, avazal indult, illetve a sörfagyival vette kezdetét az őrület. Most már teljesen elborultak a tatományai cukrászdával, és mindent csinálnak. Én nagyon szeretem őket. És akkor miért veszteni valót? Hát megcsinálsz egy adagot. Ha nem fogy, nem csinálsz többet, nem? Ha fogy, akkor ha meg... Ha fogy, akkor meg akkor jót teszel ezzel? Jót teszel ezzel a látogatottságodnak? Tehát, hogy most otthon mondod hát a gyereknek, diliből hogy... csak elmész, nem? Diliből? Egyszer, nem, és ha jó, akkor... Hát, én nem tudom, a gyereknek mit mondasz, amikor odajöttek a fagyizóhoz? Parizer fagyi. Egyébként hát, kis lecsós fagyit. Gyermekem, akkor mondom, miből lehet választani. Van ez a pacalos? Pacalos, a lecsós meg a nogendis. A lecsós meg a nogendis. Balaton Mária fürdői fagyizó, van lángos fagyi, van hek és főt kukoricás fagyi. A gyereknek meg volt a csomó. De a főtt kukoricás fagyi az gyakorlatilag csali. De elborult nem? Azért egy kicsit ez a fagylalt készítés. Nem, a főtt kukorica az valószínűleg a bojli mellett a csali, a üveges kukoricából, ami megmaradt, azt ráöntötted a fagyira. Ez elborulni látszik azért ez a fagylalt készítés. Meg akartam kérdezni, hogy a csali kukorica és a konzerv kukorica között van bármi különbség? Hát elméletileg az minőségileg egyen lejjebb van. De igen? Szerintem ízre én ettem már csali kukoricát. Meg azt hiszem, hogy valami. Olyan is az arcberendezésed, akinek ez tetszett. Perceses közben éhes vagy. Kész. Igen, ennyi. De akkor ez... Szerintem van valami illatanyagba belemártva, amit jobban kapnak. Valami illóolaj, vagy illatanyag. De drágább például? Azt ennyire nem vágom. A gyerek mindig vesz meg. Ébresztük fel a gyerekeket. Azt így nem tudom ebben az ízűben. Vagy nem tudom ebben a formában, igen. Azt mondja, hogy nem ár, az megmondja, az darálják a tatabányba, hogy egy hányás a legrosszabb cukrászda a körny... Ja, bocsánat. Jaj. Nem, jaj. Azt hittem, ez még egy fagyis üzenet. Igen, a legrosszabb cuki a környéke. Nem, mert csak ez egy vélemény, én ezért ezt megkóstolnám. Jó. És egy jéghideg töltött káposzta. Az ilyen de, hát a zsír, de hát a töltött káposzta zsíros. Az lefagyasztod, mert akkor te hideg zsírt nem teszel. Zsíros amúgy. Melyik nem zsíros szerintem? Hát a csilisbabics meg a fasírt is önmagában zsíros. Igen. Nem? Tehát azt megfagyasztod, akkor azért lefagy a zsír egy kicsit és neked. Utána megturmixol, és kajátlik a zsír a masszában. Na, de akkor ez jó lehet iránézésre, vagy ez kellemetlen szerintem? Ne, tehát nem hiszed cukrászer, és ki van vágva 6 darab párizsi szelet rádobva a fagyira, van ebben azért valami kicsit igénytelen? De akkor nem? Fagyira, nem az van, hogy... Miért lenne igénytelen? Hát tök jó. Ez maga az újítás is, hogy valaki gondolt erre, hogy nem mindenki az édeset szereti, hanem a sósat. Tessék. De nézd csak oda, hogy a parizer úgy van felvágva, hogy látszik, hogy nem ilyen gépe, hanem olyan, egy ilyen vajazókése. A másik, hogy szerintem ez nem is édesség, hanem az van, hogy csinálsz otthon, mit tudom én, néhány tócsnit, és akkor elmész a cukrászdába, kérsz rá 3 parizer gombócot, és akkor az már egy rácienőféle. Az már egy finom dolog. Aha, nem tudom. És ha sikerül egyébként fölvegyük a kapcsolatot ezzel a bizonyos fagyizóval, akkor azért a nagy kedvenc fagyidat kérd be tőlük. Melyiket? Mi van? Ami a viccben van. Ja, csak a fagyis fagy van. Csinálj a fagyisát. Nem ismered a fagyisit. Kedves NMHH, most figyeljetek. Na, hogy van?
De. Miért nem lehet szabadon viccet mesélni anélkül, hogy ne egy 10 milliós cseket lássak már magam előtt? Szeretném megkérni mindenkit. Kisfiú elmegy a fagyizóba. De szeretem azt a viccet. Pedig még volt idő egy pár hónapja, mikor szabadon egymás után háromszor is elmondhatom. De most már sokkal óvatosabbak vagyunk. De? A szám azért nem büntettek meg. Dehogy nem. Megbüntettek? Hát persze. OnlyFans oldalad van, Balázs. Nincs veszteni valód, összedobják. Igen, az OnlyFans oldalon összejön a következő NMH büntetés. Igen. De egyébként ti hogy fagyisztok? Oda mentek, és van egy csomó új. A jól bevált csokoládé, vanília, mit tudom én, mangó, halálunalmas, de tutira mentek, vagy mindig bekértek legalább egy újat a két ismert mellé, hogy legyen valami kísérletezés. Szerintem ahogy fagyizol, egy kicsit olyan jellem vagy. Öregkoromra megváltozott a fagyizási szokásom. Na, hogy fagyizol? Én úgy szeretek fagyizni, hogy a családnak hazaviszek egy doboz fagyit, tudjátok, a fa, és mindenbe, hát, amiben belefér egy doboz, nem tudom, 10 gömb vagy 15 gömb, kérek mindegyik legyet. De klasszikusokat, vanília, csoki. Nem, színeset. Azt mondom, hogy lepjetek meg, tényleg mindegy, random megpörgetik a kereket, és akkor ami van, és akkor hazamész, kicsit már megolvad, mire hazaérsz, és egy teáskanállal végig szántod a fagyit, tudod. És összehúzod a sokfajta ízt. Jézus Mária. Te gyilkos állat, már az, ne haragud. Semmi sem. Igen, és egy maracuja, mangó, semmi párizsi lecsó. Már hogy minden íze van, de a minden ízű darazsé, azt tudjuk, hogy a olyan dologra beszélsz, Feri, amihez nincs tapasztalat. De hagyományos fagyit kérsz? Hagyományos fagyit kérsz, vagy beleválasztasz valami? Nem lehet 15 ízt hagyományosban, kívül három hagyományos íz van, csoki, citrom, vanília. Te már mindig elvitelre fagyizol. Hát úgy, hogy hazaviszem a családnak. De cuki vagy. És akkor ott leülünk egy csak kanalakkal, ott a doboz középen, és akkor mindenki abban csinálta ezt valaki. Hazavitte, és kanállal körbeüték. Megkérdezzem meg, hogy... Engedj el. János, itt meg... Van valami hasonlóság bennetek, ha olyan mondom, hogy végez is. 30 gombot hazavisz, hárman kanállal körbeülik, és nagyon mosolygó arccal megették. Ők ezt évtizedekig tolták. De hát ez csodálatos, ez csodálatos. De azben az egészben a lényeg, hogy nem kell döntéseket hoznod, hanem ott van, és akkor így... Ja, értem, és nem maradsz semmiről. Ebből viszel, semmiről nem maradsz le. Hát ennek ez az analógiája. Mert azzal, hogy összekanalazod. De van egy ízrobbanás a szádba, valószínűleg. Abszolút. Én mindig úgy csinálom, hogy a két biztos mellé beválasztok egy valami ismeretlent. Ami lehet, hogy full mellélövés, de nem megyek anélkül, hogy valami újat ne kóstoljak meg, ha mondjuk idegen a fagyizó. Tehát nincs ez a csoki vanília mangó, mert halál unalmas, hanem legalább legyen egy-két olyan, amiről fogalmad nincs, hogy mi, de lehet, hogy orbitális nagy találat. Vagy nagyon nagy mellényúlás, ez tök jó. De te gyerekeid is csinálják azt, hogy ott van, te ülsz a sajátod, és akkor így csere. Persze. Nem, ők nem esztek bele az enyémbe, én mindenkiébe belezabálok. Nálunk az, hogy a gyerek mindenkiébe belezabál, és tehát az van, hogy idegen éve is, tehát ha úgy van, akkor nem figyelnek oda, akkor igen, ne adjanak aztán magára töltséget. Jó, köszönjük szépen. Na itt van Robi, ennek az említett cukrázának a tulajdonosa, minden igaz. Hello Robi, jó reggel, ciao. Vagy mégse. Milyen csendes vagy, Robi? Most meg félrenyeltél egy fél kiló egy parizet darab megakadt a torkodon, Robi nincs itt, de itt volt. Szóval, hogy az igen. Egy kicsit, ahogy fagyizol, olyan ember vagy. Van Jéger fagyi is. Az a te jövő. Az az is. Jéger fagyi. Igen. Balázs, nem vagy bátor, ha nem meséd el a viccet. Nem akarok már több üdít összeszedni a rádiónak. Én most, de miért? Most Fehér Balázs. Én most figyelek, de a szünetben a hallgatók már ismerik egy. Jó, okay. Tehát egy büntetés összeszedni harmadszor egy olyan viccére, amit már százszor meghallgattak, igazán amatőr dolog, mert ők már ismerik. Neked meg elmondom a szünetben. Robi, hello, jó reggelt. Hello, sziasztok, jó reggelt! Te üzemelteted ezt a cukit, vagy te a tatabányáról vagy? Igen. Igen. Melyik a legnépszerűbb ezen, hát nem tudom, hogy borzadvány vagy kulináris élmény közül, amit látunk itt a fotón, mit szeretnek nagyon? Hát ezt meg kell kóstolni, én azt mondom mindenkinek. Ami a legnépszerűbb, paradicsomleves, nachos, mogyorós pufi, kovászos uborka, citromos sör. Ezeket nagyon durván viszik, és nagyon, nagyon tetszik a vásárlóknak. Ami ételalapú, főételalapú fagyi, azokat is nagyon szeretik általában, az már egy kicsit megosztó. Van, akinek érdekes, hogy hát jó is, vagy nem is tudom eldönteni, ezért adunk ingyenes kóstoló, tulajdonképpen nincs vesztenivaló. És, a parizer fagyiban mi van tulajdonképpen? Azt látom, hogy rá van dobva fél kiló párizsi felszeletelben. Meglehetősen érdekel néz. Parizer fagyi nincs. Nincs. Egyszer volt, ez egy troll fagyi. Lényegében ez volt a lényege, hogy ez egy vacak fagyi legyen, amire felkapják az emberek a fejüket, hogy úristen, parizer fagyi, fúj, tényleg olyan volt. A legolcsóbb parizert vettük meg hozzá, és ezt raktuk bele. Kicsit így néz ki a fagyi. Ez a fotó, ez így néz ki. Ez tökéletesen sikerült. Ez így néz ki. Igen. Szóval a parizer fagyi ez a fúj kategória volt. Ettől függetlenül volt, akinek íz lett, és jött vissza, hogy mikor lesz legközelebb. Hát sajnos erről lemaradtak, nem lesz legközelebb. De most a sor ez mind ilyen beugratós, a csilis babis, meg a fasírtos is? Nem, azok nem. Vannak. Az egyáltalán nem, ezek frankó ízek. Úgy kell elképzelni, hogy édes az alapja, szóval nem ételíze is van, de ez egy édes alapú fagylalt alap, és ahhoz van hozzá rakva a főétel,
Úgyhogy desszert lesz belőle. Gurménak is mondanám, és nagyon sok visszajáró vásárló van már ezekre az ízekre is. Mi volt a legextrémebb, amit csináltatod? Legextrémebb? Hát mondjuk nekem a pacal, mert nem annyira szeretem a pacalt, az nekem nagyon extrémnek tűnt, de most is csináltam, mert keresik. Jöttek a pacalimádók társaságából, azt mondták, hogy rohadt jó, úgyhogy jönni fognak még, ha lesz, és azóta is keresik. 12 féle ízt tudunk tartani ezekből a fajta fagylaltokból, összesen már 40-nél tartunk körülbelül, vannak visszatérő ízek, és nagyon sok visszatérő vásárló az ország, az egész országból és külföldről is jöttek már. Ezt úgy képzeljük, hogy van egy alapédes fagyid. Nagyanyád megsüti a fasírtot, te ledarálod és belekevered? Hát nem egészen így van, de ez a lényege, igen. Tudom eldönteni, hogy tetszik. Hogy tetszik, mi vagy nem. És a pacalpörkölt vagy, akkor benne van a pacalpörkölt? Így van, benne van a pacalpörkölt, beízesítve, utána sózva még, és lényegében egy gurmé eladható termék készül. Belőle ezt rakjuk ki a pultba, aztán lehet kóstolgatni. Na most vannak olyan ízek, ami sokszori kóstolás után is azt mondták, hogy ezt inkább hagyjuk, azt hagyjuk. Arra törekszünk, hogy jó ízeket hozzunk ki ezekből az ételekből is. Na, ha egyszer arra járunk, akkor beugrunk hozzátok. Megkóstoljuk a legbizarabbat. Jó? Jó, oké. Okay. Köszi, hogy bejelentkeztél. Köszi, ciao. Ja. Nincs mit, sziasztok. Hello. Ciao. Mi a darázs tészta, fagyi? Darázs tészta, vagy darázs tészta? Darázs. Darázs tészta. Darázs. Darázs tészta, fagyi? Hát az diós, nem? A dara? Nem, azt mondom, az a dara. Tudod, az a, amire lekvárt tesznek. Nem? Akkor lekvár ízű fagyi. Hát akkor barack lekvár fagyi. Aki Tatabányán jár, gyerekek, megkóstolja. Jó? Na, jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan fél tíz. Hogy állunk? Hát úgy, hogy várjuk tőled a papíraidat, Balázs. Ott van már a zsűlnél. Igen, de addig a telefonodat ott fogod a kezedbe, hogy hogyan? Hogyan? A verification-en elakadtunk egy kicsit. Verification-en egy kicsit elakadtunk. Hallgatom ezeket az unalmas témákat. Ilyen fagylaltokat, ahelyett, hogy már kasszacsörögne. Tűrök, kibírom azt, akkor még számít. Ahelyett, hogy már utalnátok a Revolutra a lóvét, amit a lábunkkal keresünk, gyerekek. A lábaddal. Lábammal, igen. Jövünk mindjárt 2 perc, pontosan fél tíz. Na, gyerekek, megnézzük akkor, hogy mit csináltunk ma. Pénzt kerestünk, ugye? Még nem, csak szeretnénk sokat. Eszter egy bisöretet bennünket, hogy a lábammal tudunk pénzt keresni. Ez egy tudományos társadalmi kísérlet is egyben. Sima lábfotó, mindenféle extra és bizarr és szexi tartalmakat mellőzve. Jó, ne haladjunk ennyire előre. Most még. Úgy gondoljuk, hogy ez így fog, de aztán igen. Majd lehet kap a projekt. És... Igen, nagyon durva. Nagyon durva fétis videó. Nagyon durva fétis videó készülnek. Szóval sima lábfotókkal állítólagosan lehet ma a világban pénzt keresni. Ennek jártunk utána, elindítottuk ezt a tudományos kísérletet. Ez már zajlik egy ideje, de ma úgy néz ki, hogy tényleg berőlt fent a projekt. Összeszedtük magunkat. Igen. Bazsaria, fut. Ez a neve. És az egyik fapados légitársaság az évszáz ajánlatát hirdette, hogy all you can fly-jal kb. 500 euró per év áron te oda repülsz, ahova szeretnél. De lehet, hogy az all you can cry lesz a végére. Igen. Mi azért megnéztük és elolvastuk az apróbetűt, találtunk benne egy-két érdekes részt. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Reális, hogy Julin kívül bárki 72 órával az elindulás előtt válasz időpontot tesz aludni kiben? Én azért úgy utazom meg ti is, de azért 72 óra előtte már tudod egy hétre, két hétre, tudod, hogy akkor van. Másfél évvel előtte elkezdek meditálni, hogy ne dögöljek meg. De mindegy. Eszternek egy utazás, egy repülős utazás 3,5 év. Konkrétan. Azt is megnézem, hogy mi az elosztása a gépen az üléseknek, hogy szerencsésnek tűnik-e. Az a baj, hogy szerintem olyan destinációkra tudsz menni, ami kevésbé kihasznált, mert ami nagyon kihasznált, ott a Wizz Air neked azt fogja mondani, hogy bocsánat, ezen már az ülőhelyek sajnos a járat kihasználtságától függenek, ez egy nagyon kihasznált járat, itt nem tudjuk az all you can fly-osoknak biztosítani egyet. Tehát nem tudsz elmenni hetente kétszer Londonban, mert furra vannak azok a járataink. Viszont mehetsz Tesszalonikibe minden nap. Viszont mehetsz Tesszalonikibe. De ugye a magyar ember sokszor nem olvassa el az apróbetűt. És azért így járunk. Egy jó svájci frank hitel. Így is van, ezt akarom mondani, hogy abban a fél ország beleugrott. Fel se vettem. Nem válts már most. Miről beszélsz? Ne kérdezzél éneket. Megfogta a pudingos dobozát, ilyenkor nem tud koncentrálni. Vettem magam egy fehérjes pudingot. Nem vettem fel svájci frank alapú hitelt, mert én akkor még javában élveztem a diákhitelemet, amikor ezek a dolgok történtek. De hogy abban benne volt az apróbetűben, amit a fél magyar lakosság szegények nem olvasták el, hogy amennyiben változik az árfolyam, ami ugye változott és nagyon elszállt, akkor azért jó, ha tudod, hogy a törlesztő részt, és meg kell valószínűleg benne volt. Ki volt adva a bankoknak, hogy azért arra felé tereljenek, mert ugye a törlesztő részt, tehát havonta olcsóbb
volt persze. Azért egy kicsit, és összehasonlítottad a forint törlesztő részlettel, és rájött, hogy az olcsó, ugorjunk bele az olcsóba. Igen. Csak kiderült, hogy szar van a palacsintában, mert az árfolyam különbözet, az, ha elszáll a svájci frank, akkor szívás van. Itt a nagy probléma. Na, de hogy volt ez Annáéknál? Hát nálunk úgy volt, hogy vettünk egy Toyota Yaris-t egy Alfa Romeo árába. Tehát ott semmi probléma. Tehát, hogy ja, mi a kétmilliós autó 10-be állt meg a végén. Ja, egy igazi elkötelezett már a hívő látod, hogy kerül, amibe kerül. Nekünk lesz egy Toyota. El is lopták egyébként, tehát mindenki. 8 hónapos volt a kis gyönyörű tűzpiros kaszkó volt rajta. Jó, csak amit belefizettünk, addig azt elvitték. De egy kezdtük utána nulláról. Nem csak lakást vettek svájci frankból, hanem csomóan autóba is beleugrottak. És bementél, megkérdezted, hogy mik a lehetőségek, és akkor elmondták, hogy ha forint alapú, akkor 150-et fizet, a svájci frank, akkor 120-at. Nem ostorozom magam, mert tényleg megnéztük az apró betűs részt. 21 néhány százalékkal ment a forint hitel, és akkor 3,5 a svájci frank. Senki nem választotta volna a forint hitelt. Itt az a probléma, hogy ők már tudták odafönt, hogy itt nagy bajok vannak, már nem lenne szabad folyósítani a svájci frankot. De folyosították. Meg az egész pénzügyi kultúránk is azért a békafenekkel ott van, de nem is tudja. Szeretném, ha ezt valaki összevágná a bitcoinnal kapcsolatban, ugyanezt, csak a szöveget tartsátok meg, tegyetek a bitcoin elé, és akkor így lássuk meg, hogy lesz ebből egy új tartalom. Senki sem mondta, hogy bocsánatot kérek a bitcoinnél, és mindenkit, akit erre búzítottam, ez soha nem fog megtörténni. Soha nem fog megtörténni. Előbb fogtok letérdelni, mint hogy én a bitcoinnél elnézést kérjek. De akkor se kértél, amikor a felére esett vissza, pedig lehet. Ti fogtok decemberben elnézést kérni tőlem. Amikor 78-an vagy akár 100-an, és azt mondjátok volna, hogy Balázs, ne haragudj. Bocsánat, minden bántásért, amit 4-5 éve már fizika és lelki abúzusként elkövetünk ellen, és a bitcoin ellen. Ne haragudj. Fizika és lelki abúzus. Nekem a legnagyobb apróbetűs buktám 2 éve volt, diagnosztikai eszköz leasingeltem, elcsúsztam a törlesztővel, felmondtak a szerződést, nem is lett volna baj, ha csak az eszközt kell visszaadni, de nem. A szerződésben benne volt, hogy ha felmondják a szerződést, ki kell fizetnem a teljes leasinget, és az eszközt is vissza kell adni. Azt a mindenit. Úristen, azért az nagyon jártam egy videókölcsönzőben, hogy nálam maradt egy nagyon jelentéktelen videókazett, de tényleg van iszonyatosan rossz film. Rokko 3-as kalandjai. Rokko dühös. Sehol nem találtam, és ponton úgy elengedtem, hogy ha én nem találom, akkor úgyse jelzik senkinek. És aztán elkezdtem kapni a leveleket a videótékában. Anyám mennyivel okosabb volt, mint én, lealkutta. De ő jó fej, És mennyi volt a bünti? Hát nem is bünti voltam, kamat volt már akkor, hát nem tudom, szerintem ilyen 30 000 videókaziból. Társkereső oldal, első hónap 3500 forint, apró betűs rész, amit nem olvastam, csak az első hónap ennyi, további hónapok 19.903 hónap után vettem észre. Amúgy tudod, milyen még az Apple TV? Haragszom az Apple TV-re. Miért? Mert ott meg az van, hogy van egy ilyen havi díj, de a filmekkel külön fizetni kell. Hát milyen streaming szolgáltató ez? Ugye? Szivatos. Életem üzlete, felvettem 2 millió forintot a feleségemmel, eddig semmi gond, meg is kaptuk, majd 4 hónap múlva lelépett a pénzre. Oh. Kivette a közös számlánkról, és el akart válni. A mai napig fizetem, Tomi küldte nekünk. Mi van a lábprojektünkkel? 2 millió forintot ígértél, ha az OnlyFans oldalra föltöltünk lábfotókat. Edit profile. Bazsaria fut. Igen. Ez lesz az usernámad. Ez egy társadalmi kísérlet. Egyfajta, nem is tudom is, mert akár csomó ember rá tudná, hogy megél a lábaiból. Igen. Sima lábfotó. Te az oldalon keresztül kell rá kattintani majd a sok pénzt a nagy bütykökre. Gombra. Milyen bütykök? Mi a hófehérke lábam van? Jó, jó. Kecses, könnyed. Illatos. Egy gyönyörű, megpedikűrözött, gyönyörű lábam van. Ne szaladjunk ennyire előre. Mit kell beírni? Először is kell írni egy biót, ami ugye azt jelenti, hogy... Mondd meg, hogy húsevő vagyok. Nem veszünk bioélelmiszert. Jó, mi legyen a bajóban? Na tessék. Igen. Szerintem legyen az, hogy írjuk magyarul, mert... Magyarul írjuk. Jó. Híres lábak. De nem mi lány, egy híres láb? Nem, híres nem. Láb. Mert csak egy láb? Hát hány lábat egy láb, kell föltölteni? Hát két lábasat hát teszünk? De olyan is legyen, hogy összefonulnak a lábújak, mert egymást tesz a lábújak. Aha. Hát nem lehet. Ilyen gondolkodó pozban összerakom. Jó, túl sok lábfotó még nincs, hát 2-3-at föl tudunk tölteni, aztán majd elkezdem, de... Majd ebbe szipat. Profilképed van már? Nem, hát lábképke. Van, profil a stúdióban csináltunk egyet egy közös forgatáson Eszterrel, okay. Ott elkészült a profilkép. Igen, igen, és a másik, hogy a gőzborotváskép is kell most már akkor. Hogy gőzborotvás, hát levágja a lábujjamat. Nem, az a szabad,
menedzsetlen baleset, kicsit egy üszkösödött. Csináld azt, hogy lábújjal fogod a gőzborotvát, és úgy gőzborotvázol. Igen, de akkor át kell írnunk a kategóriát rokkantra. Hát az sokkal többet fizet. A rokkantakat nagyon szeretik. De ne az legyen, hogy az legyen, hogy ez nem egy láb. Paraláb modell. Ez aláb. Ez aláb. Ez aláb, írjad. Aláb. Nem aláb. Nem adunk aláb. De most bocsánat. De várjatok. Értem a szójátékokat, hogy nem külföldiekre bazírozunk, magyarokra? Nem. Hát bocsánat, magyarul írjuk a bájot, miközben amerikai dollármilliárdosok bámulják majd a lábamat. Viccesz? Viccesz? Hát nem tudják, hogy ki vagy. Hát de a lábam a láb. Magáért beszél. Hát a lábot írjuk meg majd angolul is a bájot. Vaskos eurodollárokra mondjuk a nevet. Na, szóval most angolul írjam. A magyar piac nagyon kicsi, hát a magyarok nem fognak nagyon fizetni a lábért. The foot. This is the food. Ez jó, ez nagyon jó, ez nagyon eredeti, ez szerintem holnap már milliómosok vagyunk. The food. One foot makes a big difference. Oké. Okay. Small country, big foot. Igen, good smell, good smell. Great smell. Várjál, akkor csak így írjuk ki a szavakat. Very sexy. Jó, akkor igen, tényleg jön tájongolat. Very sexy food. Small country. Small country, nice food, good smell. Valamit németül is. És tényleg, és a német piac. Send euros. Money, please. Jó, elég egy money. Figyelj, én az egyértelmű üzenetekbe hiszek. Money, ez az. Money, please. Money, please. Money, please. Money, please. Just a little money, big please. Boy, nem, small boy, big trouble. Money, please. Képet kérek. Milyen kép? A stúdiós kép jó lesz? Legyen az akkor a profilkép. Egy olyan képem is van, amikor bemászol az ujjacskáiddal a lábujjaim közé. Az nem lehet. Mai napig erre szoktam ébredni, erre az érzésre. Amikor a lábujjaim a lábuj közé. A profilképeden nem lehet más, csak te. Nem vagyok rajta, csak a lábad. De nem lehet az, hogy Eszter... Stúdiós lábkép rendben van? Portré jelleggel? Kicsit feszült rajta a lábad, de... Már vágja a dándöröket. Azért gyönyörű, picit eres. Jó, okay. Igen, nagyon. Itt még a Buffalo bakamcsontól van rajta egy pici seb, ami a Otibulin szerződött, jó. De nem baj. Csinálunk még egy pár lábfotót. Jó, életérzés. És akkor meg vagyunk. Balázsi! A Rádió Egyen! Na, hívjuk gyorsan a naphallgatóját, gyerekek. És aztán megyünk. Az a mai nap hallgatója. Valahova, hát persze. Ez a mai nap hallgatója. Itt van a mai nap hallgatója. Természetesen nem a tegnapi. Nem az, hogy minek hát, hívnánk a tegnapi. Hát a mai hívjuk a mai nap hallgatója. Minden nap minden hallgatója hívjuk. Így is van. És van plusz ajándéka is, ezt is mindjárt megmutatjuk neki. Nagyon jót írt egyébként, vicces, amit írt. Csak vegye fel. Miért nem veszed föl? És miért nem veszi fel? Vedd föl. Nem. Balázsék. Hogy hívnak? Szia, Balázs vagyok. Balázs! Hát így könnyű micsoda volt. Balázsékos találkozó. Ugye Györfi Palival beszéltünk ma, és azt írtad nekünk, Bakker a kopaszmentős hangjától automatikusan elmentem kezet mosni. Ez egy nagyon jó üzenet volt, igen. A jó kis covidos időszakot eszünkbe juttattad. Az. Hát ez mindig eszembe jut. De tényleg egyébként, de maradjon otthon, ne menjen sehova, és mosson kezet. Tényleg, milyen időket éltünk, úristen. Balázs, te vagy a naphallgatója. Megmutatjuk, hogy mit nyertél. Jó, figyelj. Gratulálunk! Nyereményed egy 30.000 forint értékű névjelszán ajándékcsomag. Örülsz, Balázs? Nem akármi, mi? Hát azért... Nagyon jó! Jó jön ezekben az időkben. Küldjük akkor neked. Használd egészséggel. Köszi! Ciao, 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 ciao. Gyerekek, egy élmény volt ma veletek. Ugye? Ha csörög a kassa, áll Balázs haja. Ha csörög a kassa, áll Balázs haja. Hozzá már nem. Adja. Akkor már nem lesz baja. Úgyhogy szólok, ha megjött az első guba. Jó. Jó? Csörög a kassa ránk, a kocsi ajtaja. Szalánk. Ma már nincs. Jó fagyizás, jó szurkolás mindenkinek. Jó, én az árnyékba fogok feküdni, a viszonthallásra. Én meg a te árnyékodban. Csak meghúzza magát. Az egy kicsit jobb. Az egy kicsit jobb, mint nekem jutott. Mindig ez volt. Puszi gyerekek, szép napot mindenkinek. Sziasztok. Ciao, ciao. Nagyon ott volt! Balázs és Feri most elhagyja a stúdiót. És persze kivallagnak a kis smuglik is. Juli, Zsül, Anna, Laci, Viki. Na, gyerünk, gyerünk! Kapkodjátok magatokat kifelé, gyerekek! Jön Györke Ati! És jönnek az igazi mai slágerek!